akkor megyünk le, újabb Big csúcs berántva, egy érzékeny búcsú még egyszer a hágótól. A Big csúcs listámat is kellene már frissíteni, vagy 4 éve leragadtam. Akkor voltam a 66. helyezett, hát azóta azért már jó párat behúztam. Egyébként nem rossz teljesítmény, mert Európa szinten nem tudom, talán vannak 5000-en. És hát abból a 66. az nem rossz. Egyelőre nem lendül különösebben be, ez nekünk rendben van. Na most ez a ticsinói oldal, tehát kantont váltottunk, erről majd később egy picit részletesebben is beszélek. Graubündenben természetesen leszünk majd, hát mert ott van az autó, tehát vissza is kell jönni. Egy másik úton, egy másik kört csinálunk. Oldalt már a Lepontinei Alpok láthatók. Ez oldal is az volt tulajdonképpen, az, ennek a főgerincén jöttünk át, és az a következő másfél napban itt fogunk tartózkodni. Ez az Alpoknak a kelet-nyugati déli főgerince, de hát ez csak részben az, több főgerince is van. De mindegy, szóval a nagy hágók azok itt vannak, és majd szintén ugyanezen a Lepontinei Alpokon fogunk visszajönni. Feltenni a fejre a kamerát, mert nagyon kezdett begyorsulni, és végeznem kell a másikkal is. Az a baj, annyi molyolással jár, ezt távkapcsolót fel kell tenni felül, külön más mikrofont bekötni, egyéb más. Viszont ami érdekes, Pisti, oda tudsz zoomolni? Oda. Oda. Na, ott sátoroznak, és szerintem bringások, nézd már meg közelebből. Bringások, hát innen bringások. Is látni, igen. Bereckírozták. Felvetődik a kérdés, hogy hogy merték bereckézni, és jól látszik, hogy a kirakatban vannak. Azért, mert lehet. Többször beszéltem már róla, 2000 méteren vagyunk. Hát itt, akármi is nyugodtan kipakolhatnánk bárhova sátrat, elviekben nem kellene, hogy hozzánk szóljanak. Ez egy 1600-valahányos törvény. Svájcban betartják. Érdekes, hogy itt lentebb is, nem tudom mennyire lehetett látni a kamerába, hogy lakóautókkal leginkább itt fognak éjszakázni. Svájcban azért ez nem igazán van rendben, nagyon szigorú jogszabályok vonatkoznak rá. Én nem gondolnám, hogy ez a hágon táborozás ingyen a lakóautókra is vonatkozik. Érdekes a táj. Szinte lakatlan terület ez, majdnem 20 kilométeren keresztül. Látszik, hogy fenyőerdők körbe mindenhol, megszakítva alpesi legelőkkel, mezőkkel, és ilyen ingoványos a terület, érdemes megnézni. Ott szembe különben, azon a részen, ott a patak mellett, ott megy egy régi római ösvény. Szerintem az előzőnek a folytatása, én arra tippelek. És az most túraútvonal Alpen, hú, most hirtelen meg nem mondom, hogy micsoda. Minden parkoló tele van ilyen lakóautókkal. Az sem kizárt külön, hogy a ticinói törvények, azok másképpen rendelkeznek ezekről.
vagy pedig ezek fizetős magánparkolók. Tehát bármi lehet. Táborozás szempontból nekünk sem lenne ez rossz. Biztos, hogy találnánk olyan helyet, ami takarásban van. A Hágó utat egyébként ebben a formájában 1877-ben építették át. Hú, micsoda koncert! Mindegyiken van kolomb, nem csak a főkolomposon. Szerintem ezek ingyen kempingek. Még toj-toj WC is van. Jó a környék, merőben más, mint a másik oldal, és ez talán egy picit megmagyarázza a Hágó nevének az eredetét, Luc Manier. Mondtam, hogy nagy erdő, és hát ha oda, hát nem is volt. Itt van. Hát ha Olivónéig ez lesz, akkor szerintem el tudunk valahol vackolni. Az más kérdés, hogy addig közel 1000 métert fogunk süllyedni, és az 800, nem is tudom, 30-on van, ugye 2000-ről indultunk. Hágó adatok terén különben a két oldal az szinte egymásnak a tükörképe, mindkettő 4%, mindkét oldal 20 km, és a szint is gyakorlatilag szinte méteres timmel. Az ember azt gondolná, hogy hát akkor meg tök mindegy, hogy melyik oldalról jövünk fel. Igen ám, de ez csak Olivónétól van. Aquacalda. Azt hiszem így hívják magát az ösvényt is. Igen, itt van a kemping, Aquacalda kemping. Megnéztem ennek is a honlapját, mert hogy nekünk az üres bringás etaphoz jó lett volna az, esetleg itt elvackolunk, és akkor legurulunk Olivónébe, megcsináljuk a üres bringás kört. Igen, ám csak baj van, mert akkor utána a csomagokért vissza kellett volna jönni ide, és itt van 800 méter szintkülönbség. Nem egyszerű dolgok ezek. Sokszor kell logisztikázni, főleg akkor, hogyha az ember nem csak a klasszikus vadkempinges megoldást választa, mert akkor nincsenek megkötések, ameddig megyünk, megyünk, és aztán utána oké. Közben érdemes letekinteni egészen oda, ott vannak megint ezek az autentikus házak. Ticinóban hasonlóak, mint Graubündenben, bár más okból hasonlítanak. Erre majd lehet, hogy később, hogyha látók közelben lesznek, akkor majd még mondok pár dolgot. Tükörben sajnos semmit nem látok, hogy jön-e valaki. És annyira nagy a szélzaj, hogy hangokat se hallok. Pilotra letekintek, jelen pillanatban közel 50-nel megyünk, 100% pedig 6%. Kilométer órára a Brightonról gyorsan pár szót, így a másik nap végén. Akik látták a GPS-tettet, ott azért eléggé eláztattam. Leginkább az volt a konklúzió, hogy annyira fos, hogy talicska kell hozzá. Most azért egy picit már árnyalnám a képet, egy-két beállításra már rájöttem. Most már annyira nem fos, most már talicska nem kell hozzá. Mindig fényévekre van a Garmintól. A külső mikrofonnak a tesztje az most van, élesben még nem lett kipróbálva, és mivel pődületesen nagy a déli szél, ezért én automatikusan kiabálok. Lehet, egy picit túl hangos lesz, majd meglátjuk. De az még mindig jobb, mint hogyha egyáltalán nem lehetne semmit hallani. Pistire ráfutok. Pisti! Mi a véleményed, ha énekelnénk egyet, mondjuk közösen? Hát, inkább egyedül énekelj. Nem lelkesedett. Hát én még az életben nem láttam ilyet. Akkor hanyagoljuk most a ének órát, ugyanis eléggé át vagyok pár fagyva. Viszont ha ide balra betekintünk, akkor meglepően jó a kilátás. Hogy mondod, Pisti? Csinálok fotót. Egyrészt csináljál, meg nem tudom, figyelted, hogy itt balra, a másik oldalon egy hídnál bement egy út, és ott megy lefelé a másik oldalon. Figyeled? Na, az nem semmi, szerintem az lehet a régi kanyonút. Aha, ide kiállom. Hát egyértelmű. Amúgy se átkörülben a fékeket pihentetni. Voltak fent a lakóautóval. Szerintem ott kialakított helyek vannak. És most már szerintem akkor megvan a lényeg, ott szembetesen figyelni. Az az Adula nagy gerince.
északról déli irány tulajdonképpen, de ilyen érdekesen ívesen fordul, és a mi útunk pedig ugye itt lemegy, aztán majd arra elmegy. Most Olivona meg ott van, és mi vagy itt oldalt, az Adula mellett fogunk fölmenni, ugye ez az egyik terv. Ez lett volna ma délutáni program, és aztán utána majd holnap elviekben délután az Adulának a másik oldalára is bejövünk. Mondjuk úgy, hogy elég intenzíven ráterveztem. Itt van lent a Bléno folyóvölgye, itt folyik lent. 40 km hosszú Biaszkánál folyik össze, a Ticinóval, a kanton nagy folyójával, és akkor pillantjuk be át arra. Visszasétáltam, már megint pozícióban meghalt az előbb az aksi, amikor nem, hanem ilyenkor, amikor már hideg van, meg fázunk. Szóval a régi út szerintem az, és nem kizárt, hogy ott végig le lehetett volna azon is menni. Mindegy, jó lesz ez is, nem tűnik rossznak. Ez nekünk szólt? Mi meg normálisak. Igen, ezt akartam mondani, mi meg normálisak vagyunk. Akkor húzás tovább. Nem rossz ez. Azt kell, hogy mondjam. Még egy gondolatáig visszatérek magára a Hágó útra. Említettem, hogy 1877-ben kialakított nyomvonalat, de aztán nem sok virágvasárnapot élt meg, mert a Gotthard vonalat végül nem erre vezették, de úgy volt különben, hogy ide jön erre, és a közútnak innentől nem volt értelme már a fejlesztésnek. Aztán 1907-ben azért a nyomvonalat megerősítették katonai célból. Mai korra eléggé leavanzsált magának a Hágó útnak a jelentősége, ezt fent mondtam is. Viszont nem volt ez így a középkorban, ugyanis az utat úgy is hívták, hogy a császárok útja. És akkor most egy picit visszakanyarodnék arra, hogy Dizentiszben mondtam, hogy az meg a császárok városa, de nem laktak ott császárok. Na ez azért volt, mert mindig Dizentiszben sálltak meg a német-római császárok, mikor mentek a pápához, mégpedig a kolostorba. Innen már nem nehéz kitalálni, hogy az útjuk pedig a Lukmanier hágón keresztül vezetett át, ezen az útvonalon. Innen van az elnevezés, császárok útja. Intenzíven megy, 7-8% most, és 50-nel. Néha lelepillantok. Jó. Most már inkább 60. Az út viszont nem tökéletes. Hát ezzel most sokat fogunk. Délelőtt is beúsztunk egy 1600-at, de nem igazán lehetett kihasználni a lejtmenetet. Legalábbis időben nem tudtunk túl sokat visszahozni. Az Adula brutálisan nagy. Gyakorlatilag benne van a felhőkben a teteje. Mert 3000 méteres főgerinc az már így néz ki. Már látszik balra, egy pillanatra itt talán majd, ha odafordulok, igen. Ott balra ott van a Szosztó kőpiramis is. Na, hát azt is megnézzük majd közelebbről. Picit félek, hogy nehogy kikotyogósodjon nekem a csomagtartó, mert tegnap volt vele baj. Kampra. Meg kell nézni a csomagtartómat, mert ez kirázhatja. Gurulunk tovább, éppen körbenéztünk most egy pillanatra, csináltunk egy-két fotót, hogy milyen lehetőségek vannak. Hát vannak. Érdekes, hogy ez a kanton sokkal gazosabb, sokkal putrisabb, mint a másik, sokkal kevésbé nyírják a füvet. Graubünden az olyan igazi Svájc volt, ez meg olyan, az Isten se tudja. Hát nem tudom, összefügg-e az, hogy itt már olaszok laknak. De azért a svájci olaszt egy percig se tévesszük össze a hagyományos olasszal. Tehát az olasz és olasz között Olaszországon belül is van ám különbség. Tehát a dél-olaszt azt tudjuk, hogy azért az eléggé, hogy mondjam, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy milyen népségre. Mindegy, szóval mindenki tudja szerintem, hogy mire gondolok. Olivone még 7 kilométer. Itt most volt egy lankásabb szakasz. Újra gyorsulunk be. Egyre látványosabb szembe. Nagyon kell koncentrálni az útra, főleg a hátsó virsligumi miatt. A 32-es nehezen viseli ezeket az ütéseket, illetve hát viseli, csak kérdés, hogy meddig.
közben meg a féket sem nagyon akarom húzni, mert az meg a fékeket nyírja ki. Még egy info a lukpányoló hágóútról, hogy ez benne van a svájci hágóparadicsomban, mégpedig a legkeletibb tagja. Tehát csak, hogy világos legyen, sokat beszéltem 2015-ben, mert akkor ott voltunk Andermatt központtal, és körben pedig ott vannak a nagy hágók. A Grimsel, a Furka, a Szent Gotthard, Simplonpass, a Nufenen, és ez a Lukpanyer pedig a legkelettibb tagja, itt tőlünk keletre van még egy, a San Bernardino, az már nem ide tartozik, az már Rétiai Alpokhoz. Ezzel kapcsolatban egy sportinfo. Van az Alpen Brevé, ez az egyik leghíresebb verseny a világon, mindig augusztus végén szokták megrendezni, mi akkor 2015-ben tök véletlenül pont belefutottunk. Bőletes, hogy micsoda ribillió van ott. Nagyon tetszett, mi természetesen nem álltunk be. Ez a Lukmanier, ez benne van ebbe az Alpen Brevébe, és innen délfelől szoktak felmászni, mégpedig a Platina etapba. Hát az már nagyon durva, hogy 5 hágó van, 10.000 méter fölötti szinte, és közel 260 km kell megcsinálni egy nap alatt. Azért az már kemény, hoppá! Hát, oblivóne, megállok egy pillanatra. Tudom, hogy nagyon hosszú ez a film, elnézést, de hát akkor is. Ez erről szól. Először bekukucskálunk ide a Blénó kanyonba, nem kicsi, és akkor nézzünk le Olivónéba. Hát van még hova menni, és akkor két dolgot azonnal meg tudok mutatni. A falu az oké, okay, az rendben van, itt azért elidőzünk majd valószínűleg még holnap is. Ott van az egyik út. Mert ugyanis nem egy van, hanem rögtön kettő, és akkor ezzel kapcsolatban még egy dolgot mutatok, ott tessék figyelni. A Szosztó kőpiramis, egy pillanatra már mutattam, és olyan, mint hogy meg lenne faragva az oldala. Hát igen, az egy vizes eróziónak a következménye, ugyanis ott van egy kanyon, ott jön a Brenyino patak, itt folyik a kettő össze Olivónénél, és a kanyonba váltak egy utat. Közben Pisti is érkezik. Úgy hívják, hogy Vecchio della Sosto, azt hiszem, valami ilyesmi, és ez az út már le van zárva, de még bringával állítólag bevállalható. Na hát ez lett volna a tervünk, a délutáni tervünk, nyilván ez meghiúsult, de nem adtuk teljesen, nem betettük el teljesen, inkább így mondom. Az majd holnap lesz, de ha esetleg mégsem tudnánk átmenni, az sem probléma, mert ez az út, amit itt mutattam, ez egy alagúton keresztül szintén felvisz a felső régióba. További abban nem spoilereznek, véget sem mondom, ez holnapi program. Pisti annyit mondott, hogy neki ez most elég zavaros volt. Van egy olyan nyanúm, hogy a nézőknek is. Sőt, tulajdonképpen még nekem is, mert hát én is most vagyok itt először, tulajdonképpen csak tippelgetünk. Hú, azért van íve a kanyarnak, kell azért itt mászni. Sajnos az a baj, hogy a galát tervünkhöz lakatlan terület kéne. Itt pedig mindenhol laknak, ahol meg nem, az meg le van kerítve. Már pedig mindjárt 8:30, tehát a táborhely az már nagyon játszik. Nem, feljebb is van, feljebb is nyírta. Balra nem jó, így van. Ráadásul ugye más szempont is van, ha el akarjuk dugni a cuccot, akkor teljesen lakatlan rész kell. Ott van szembe a hágóútunk. Nézd csak az utat, Pisti, ott van. Álljunk meg! Ugyanis valamit láttam. Megint sétálunk, és megint nézelődünk. Ugyanúgy hozzátartozik a túrához, csak mondom. Most már egyértelmű, hogy látszik, hogy hol fogunk menni. De ott így, és akkor utána le, de menjünk az alagútba. A másik variáció ugye a Szosztó kanyon, ami onnan kijön. Megvárom már Pistit. Na ide figyelj! Azt a füves területhez mit szólsz ott, ahol megyünk föl? Ott bemegyünk, innen nem látni, hogy vannak-e házak, hát de az azért eléggé lakatlannak tűnik, nem? Mindek lehet, de ott utakból, ha ott nincsen. Hát jó, de az is lehet, hogy mit tudom én itt az aljában, hogy valahova esetleg el tudnánk vackolni, mert ettől faszább nem kell. Vagy lenne még a másik változat, hogy Olivónén túl megyünk, de akkor nyilván értemszerűen megint mászni kell.
Az Adula különben nem ennyi, amit itt balra látunk, hanem szerintem arra tovább is látszik. Ívesen fordul, és a Béró pedig áttörte. Mi igazán gáz, hogy nagy valószínűséggel utána is kanyonos, nem fogunk tudni táborhelyet találni. Ez szinte biztos. Azért az 1000 méter szint, az 1000 méter szint. Jól látszik, hogy ebben az irányban is kell azért taposni, hogyha valaki elindul. Láttad, hogy miféle út ment ott föl? Oktatok, most már táborhelyet nézünk. Igazándiból most nem klasszikus táborhely kell. Picit bonyolultabb a feladat. Ugyanis nekünk holnap el kell dugni a bringát, szerintem én ezt már mondtam. Hát az látszik, hogy itt jár fel a paraszt. Első körben alvásra szerintem jó lenne. Nagyon izgalmas, hogy igazándiból nem is megy sehova. Itt vége. Hát igen szépen ez az optimális táborhely. Tökéletes a talaj, és minden szempontból takarás. Felfelé még egy gyalogösvény. Nézem, hogy esetleg itt, de ezen nem mentek most már elég régen. Úgy tűnik, hogy ez csak egy vadcsapás. Itt vége. Hát figyelj Pisti, megvan a tökéletes táborhely. De annyira tökéletes, hogy rendelni nem tudnánk jobban. Csak egy baj van, hogy az eldugás egy picit gázos, hogyha ki fog sütni a nap. Mert eléggé szellős az erdő. Különben itt van fönt, tehát én innen... De azt akartam mondani, hogy amit csináltam egy kört, hogy láttam is, hogy itt vagy, tehát innen oda felmelátni fel, az nincs gond. Akkor van gond, esetleg felmennek, mert azért járnak be, tehát autónyomban. Nagy valószínűséggel megvan a befutó. Most azt csináljuk, hogy megmérjük a szintet, lemegyünk a Alagút feljárónak a kanyarjáig. 1046-ról indultunk, hogy mennyit kell majd holnap visszamászni, illetve lemenni. Sajnos ezt most súllyal meg kell majd csinálnunk visszafelé is, de hát kinyögjük valahogy, most ez lenne a legnagyobb probléma. Nem tartom valószínűleg, hogy lesz ettől jobb hely, de sose lehet tudni. Brutális szintek vannak itt. Na de hát, magyarázzák is a hegyek, ez egyértelmű. Ez az. A holnapi programot, és most mégis úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk az előző táborhelyhez. Ez 80 méter szinten jár, de biztosra kellett menni. Istorenta a kanyarba, olyan illatok jöttek, szívesen beültem volna. Vannak dolgok, amiket most preferálni kell, leginkább a biztos kempinget. Minden más, másodlagos. 70 kilométer, ez önmagában még nem annyira problémás, de ennyi szint után, és ilyen terepviszonyok után, azért ez most már fárasztó. Így néz ki, most már akkor beélesítettük a táborhelyet. Na, Pisti, elsőre tökéletes, bárhol, és így faszakatlan veszi körbe. Nem tudom, mert ha megnézem, mondom, itt elindultam fölfelé, nem igazán megy sehova. Szerintem ez ilyen kúróhely. Én arra kipedek, itt látszik, hogy az autók meg szoktak fordulni. Szintén felem nyugodtan kúrhattak, mert ugye vagyok fáradt, hogy én alszom bellettük is. Még a záró gondolat előtt gyorsan két dolgot. Az egyik, hogy elhagytam a lámpát. A profi, a vérprofi lámpámat. Elhagytam. És fogalmam sincs, hogy hol, mert a kormányon volt, most meg nincs a kormányon. De ez olyan stabilan áll, hogy
Én nem tudom. Na mindegy, hát ez most azért nagy gáz, ugye az volt a táborhelye kereső lámpánk, és bár van itt most világítás, csak kérdés, hogy a túra végig kitart-e. Arról nem is beszélve, hogy ugye a menet közben is kellett volna valami, mert azért ránk sötétetett. Ez volt az egyik. A másik meg, hogy nem volt meg a szöveg. Azt meg István Pisti sara. Végül aztán most azt nagy nehezen megtaláltuk, faszául beolvadt a környezetbe. Egyébként, ha már a környezetbe való beolvadásnál tartunk, hát ettől faszább táborhelyet szerintem nem találhattunk volna, és már kicseszeltünk holnapra valamit, majd még azt folytatom. Most akkor vackolunk. A lefekvés előtt István Pisti még lemodellezi a szénatom gyorsulását légüres térben, csak azért, hogy álom jöjjön a szemünkre, holnap pedig, amit mutattunk, nem ígérkezik gyenge napnak. Érdemes lesz velünk tartani. A népszerűség átka a hely lelkének elvesztése. Svájcra ez különösen igaz. A mai napunk viszont talán nem a nyüzsiről fog szólni. Egyfajta hiánypótlás lesz, már tegnap meg kellett volna, hogy csináljuk. Betámadjuk az adulatömbjét. Első körben ez következik. Akkor nézzük a táborhelyet. Még mindig vadkemping, és mivel Svájc a helyszín, ezért különös óvatosággal kell eljárni. Ettől függetlenül vannak esetek, amikor az ember bele nyúl a jóba. Hát most sikerült. Nézd megmondani, hogy mi akar ez pontosan lenni. Autó feljáró az van, és itt pedig van egy fordulóhely, de csak ennyi, és egy ilyen íves katlan, minden irányból zár, és itt felfelé megy még valami ösvény, de ez a semmibe vezet. Van egy idézet, kobrankói luxus. Pisti, tudod-e, hogy kitől van az idézet? Passzótól, valamelyik angliai túráján mondta, és nem tudom, hogy egy dicséret akarta lenni, vagy nem, én szerintem ő a tré helyekre gondolt, már amiket mi előszeretettel megtalálunk, szeméttelep, trágyadom, meg ehhez hasonló. Hát tessék figyelni, van itt most ellenpélda is. Pisti ebben a másodpercben már érdemben nyilatkozik is arról, hogy mi lesz a mai feladat. Érdemben? Csak rövidgatjába tudok. Az is jó lesz. Nézzük. Tessék. Lago di Lucone. Akik tudnak egy picit olaszul, azok már kikövetkeztették, hogy ez egy tó lesz, de ettől függetlenül egyébként meg fent van a világ tetején. Mégpedig mutatjuk is, hogy hol. 1609. 1609, és nem ez lesz a tető, hanem még ettől tovább megyünk. Ennyire részletesen nem menjünk bele. Látszik, hogy azért lesz feladat. Már csak azért is, mert hogy honnan indulunk? 890. 888. Környékéről, úgyhogy többit majd menet közben. 7:30, úgyhogy mondanám azt, hogy az időben rendben is lennénk, kicsit széjjel vagyunk, de itt most, ebben a másodpercben van azért dilemma, mégpedig az, hogy mivel ez egy oda-vissza kör, ezért jó lenne megcsinálni súlyok, csomagok nélkül. Úgy, hogy valahol el kéne dugni a csomagokat. Értelemszerűen ez lenne a legjobb hely, és tegnap én már kisétálgattam ide. Van itt egy ilyen íves, ilyen kő sziklaperem, és gondoltam, hogy esetleg valahova elrakjuk. Egyetlen egy probléma, hogy itt rögtön alattunk már megy az út. Most az útról nem valószínű, hogy fellátnak, de ha ide lerakjuk, akkor hát akár még le is gurulhat, meg kicsit bonyolult is lenne felhordani. A másik oldal pedig, hogyha viszont ide rakjuk, és valaki mégis ott betéved, ugye ahol mi is bejöttünk, akkor annyira szellős az erdőnek az alja. Arra kalkulálunk, svájciakat ismerve, hogy ha megláttok itt egy ilyen bezárt sátrat, akkor nem volt szükség, hogy ide jönnek, és akkor lehúzzák, benéznek, hogy mi van, és akkor esetleg más dologra is vetemednek, hanem nagy valószínűséggel csak elmennek, itt hagyják, vagy esetleg hívhatják a rendőrséget, de ebben már inkább ne gondoljunk bele. Azt csináljuk, hogy mindent összerámolunk, hogy ne legyen nyoma annak, hogy itt éjszakáztunk, hálózsákok, laticerek, minden fel lesz pakolva. És akkor délben visszajövünk, akkor már abban a másodpercben lehet is elhúzni a csíkot. Az ilyen nagyon profi táborhelyekkel egyetlen egy baj van, hogy hamis biztonságérzetet ad. Pedig nem kéne. Ez mégiscsak vadkemping, akárhogy nézzük. Úgyhogy a legfontosabb szabály továbbra is az, hogy ne írj vissza vele. Vagy ahogy az angol mondja, don't leave back. Egy oldal gondola jön velünk, folyadékok a
legfontosabbak. Mobiltelefon térkép. Mindent összerámolunk. És mikor visszajövünk, akkor már csak kattintjuk a táskákat és húzunk. A Pisti viccnek nem rossz. Akkor ezek szerint már volt biciklitúrán. Még egy gondolat a vadkempinggel kapcsolatban, Kobrankai Luxus, ugye említettem Passzótól. Azért a korrektség kedvéért tegyük hozzá, hogy hogyan folytatta. Úgy folytatta, hogy ettől függetlenül a vadkempingezés, a biciklitúra, a kerékpártúra talán legizgalmasabb és legérdekesebb része. Ezt mi is így gondoljuk. Ebben a pillanatban akkor indulás. Ebben az órában az a borzasztó, hogyha kikapcsolom, akkor mindent elfelejt tegnapról. Úgyhogy az adatokat Pistinek kell mondani, mindjárt mondja is, de előtte elmondom, hogy ez egyben jó is, mert közben meg energiát is megspórol nekünk, mert nem kell nullázni reggelenként. Na, halljuk a tegnapi adatokat. 72 km, 1750 méter szint. Nem rossz. Főleg annak fényében, hogy azért tegnap igencsak érdekes terep volt, főleg a nap első részében, Murvás hegyi szakasz. Ráadásul súllyal. Most egy kicsit lazítunk, hogyha úgy vesszük, mert alig viszünk valamit. Ettől függetlenül azért ez a mostani program nem lesz annyira gyerekjáték. Szín ugyanis különleges, nem spoilerezek előre, de lesznek érdekességek. Itt egy kis természetes kapunk is, hogy még végképp ne lássanak fel az útról. Pont ezt tűnt fel nekem különben tegnap. Itt elhúztunk a főúton, akkor egy másodperccel láttam itt ezt befelé. Nem mondom, ezt meg kell nézni. De azt javaslom, hogy azt is érdemes megnézni, ahova megyünk. Csak áttolom ide, egy fotó erejéig. Bár a korláttól nem igazán tudok jól fotózni, de ami nekünk kell, az szerintem fölötte látszik is. Egyrészt ott tessék figyelni azt a kanyont, az a szosztó szurdok, és ott elvileg megy egy sziklába vájt út, ami csak nagyon elvileg megy, mert már úgy tudom, hogy nem. Egyébként valami vízesést is látok ott, most ugye ráközelítettem, nem tűnik rossznak. Maga a szosztó a nagy hegy, ez pedig ott van fönt, fölötte, az a kúpos, a márványpiramis, úgy is hívják, hát hasonlít is, ténykérdés. Viszont mi fölfelé nem ott fogunk menni, hanem ebbe a hegybe, ami itt van szembe. Mert most még nem világos, de majd menet közben az lesz. Lent látható település egyébként olívóne volt. Oda fogunk visszaérkezni, tehát mondhatjuk, hogy egyfajta körút lesz, de ezért ez sem pontosan igaz. A Isten hidege az majd kiver. Ilyen hegyek között bármennyire is nyár van, azért ilyenkor igencsak hideg van. Reggel még. Rögtön 50-nel. Ezt még félig alszok. Egy dologra lehetett számítani, és tényleg úgy van, hogy akkorák keleten van a hegyek, ugye 3000 méteres gerinc alá megyünk be, hogy nem tudom, mikor fog följönni a nap. Ebből a szempontból nyilván egy délutáni program jobb lett volna, és ereve úgy is volt tervezve, ide besüt, de ahova mi megyünk, ott még igencsak sötét van, és van egy olyan gyanúm, hogy közel délig úgy is marad. Ott már ki is volt írva, Grejna Luzzone, ez kell nekünk. Tegnap este különben terepszemlét tartani idáig gurultunk le, de esetleg itt valami tábor, hogy megspóroljuk ezt a 100 méter szintet, ugye itt majd vissza kell mászni. És akkor itt van a kis pizzéria. Most az történik, hogy akkor indulunk neki. Innen kezdődik a házunk. Rögzítsük az adatokat, 9.61-ről indul tehát a mászás. Aperto a hágó, de nehezen megy. Izmoknak be kell járódni. Nagy formában van. Már májusban, mikor feltöltöttem egy videót, akkor valaki oda kommentelt egy helyi, hogy látták Pistit a Jávor kupa helyszínén, háromszor fordult csomaggal. Egy versenyhelyszín, 5 km hosszú, gyorsági futamokat szoktak ott bringást rendezni, és Pisti utána belejavított, hogy nem 5 volt, hanem 7. Pisti is oda kommentelt, nem 3 volt, hanem 7. Mármint, hogy 7-szer fordult. Én meg ugyanakkor
Arra képtelen voltam, hogy a bringán a gumit egyedül felfújjam. Nem bírtam levenni a polcról a pumpát. Hát ehhez képest, no sem annyira fasz a helyzet. Ráadásul úgy néz ki, hogy 10 környékén indítunk. Üres biciklivel azért ez jelentősen könnyebb lesz. De akkor is. Jött ez a vírus helyzet, és én itt ottam ott foszlányokat elköptem arról, hogy a mai év az kimarad, meg nem igazán fogunk menni valószínűleg sehova. Erre több olyan komment is jött, hogy semmi baj, majd nyomod otthon a szobabiciklit, legalább edzel. Nekem olyanom nincs. Holt szezonban akkora here vagyok, hogy Berki Krisztián vasalt heréje már irigykedik. Egész nap dögök a vackomban, mint vemhes mosómedve ellés előtt. Mikor úgy kikükucskál a nap, úgy február vége felé márciusba, akkor már úgy ránézek a biciklire, de csak hogy megvan-e. Úgy általában március vége felé szoktam ma úgy elérjárogatni, de igazándiból mennyiségi kerékpár az a sakkor sincs, próbálok inkább a minőségre törekedni. Olyan akarok azt mondanám, hogy elmegyek például a boltba, de nem, mert még oda se. Funkcionális dolgokra én a kerékpárt nem használom. Vagyok megélhetési bringás, pedig egyébként például munkába járás az nagyon jó edzés, mert azt minden nap csinálja az ember, hóban, fagyban. Tartásra például nagyon jó. Ez tartósan 10 fölött van. Említettem, hogy elhagytam a lámpát, ott látszik, hogy hűlt helyen van. Ez nem csak a túra további részeiben okozhat majd problémát, például, hogy a besötétítik táborhely, stb. Például az alagutakban is, már pedig itt a környéken van jó pár, kell túl messzire menni, mindjárt jön egy. Itt remek kilátások, most már átavanzsáltak ilyen lyukakká, ott lehet csak kitekinteni. Természetesen azért lövünk fotót, ahol lehet. Svájcban vagyunk, az nem csak az út minőségén látszik, hanem tessék oldalra felfigyelni. Egészen az erdő tövéig oldalt le van nyírva a fű. Itt a másik oldalon is, pedig nem lenne fontos. 100 méter szint után úgy tűnik, hogy valami igen profi kilátó helyet talált Pisti. Ezzel kapcsolatban két dolog van. Az egyik rögtön itt, hogy itt a kuka. Svájcban, mint említettem már, azt hiszem talán, korábban is a kuka az nagyon nagy érték, ugye a szemetet nem nagyon tudjuk hova kidobni, mert nem jellemzőek a kukák. Mindenki otthon gyűjti, aztán gondolom valahogy elviszik, hogy a fele tudja. Egyetlen egy baj van Pisti a kukával kapcsolatban, nem hogy nem hoztuk fel a szemetet, így van. A másik dolog szerintem azt már mindenki kikövetkeztetette, a kilátás. Egyben remek kajálóhely is, talán kívánni se lehetne jobbat. De egyelőre még nem eszünk, mert ahhoz túl korán van. Pisti, lehet, hogy ezen fel van háborodva, de mindegy. Csináljunk akkor egy kört, alattunk található Olivone, 900 méteren, és hogyha valaki azt kérdezi, hogy hány lakosa van, akkor azt is meg tudom mondani. Nem volt nehéz megjegyezni, 900. Van ám nekem másik kamerám is, most közelítgetni fogunk. De ahhoz először felállok ide, hogy magasabbról tudjak közelítgetni. Na, mert ugye fontos, mert feljöttünk 1100 méterre, és ennek a 20 centinek, ez nagyon lényeges, fontos. Amit mutatni akarok, hogy tegnap hol jöttünk le, ott lehet látni fent a nyomvonat, ott végig. Ott, tessék nézni. Otthon is láttam, hogy csinálj óriási nagy hurkot, elmegy egész oda, és utána pedig itt gurulunk le. Itt van körülbelül egy olyan 200 méter szint, csak onnan mondjuk idáig. Azt következtettem ki otthon is, hogy ebben az erdős szakaszban kellene valamit találni, hogyha azt akarjuk, hogy optimális helyről tudjunk menni. Mert ugyanis most az történt, hogy legurultunk oda, onnan mászunk, ott a kereszteződés a Ristorantéval, és itt most jövünk föl. Ugye ez az első rész. A másik pedig az a falunk keresztül lesz majd, hogyha délután ki tudunk jönni, vagy lehet remélhetőleg nem délután, hanem inkább majd csak olyan dél körül a kanyomból, és akkor Olivónén keresztül. Nyilvánvalóan itt azért akkor majd még vissza kell mászni valamennyit, de ennyit be kell vállalni. Hát olyan szintek vannak, hogy optimális hely nincs, mert ha esetleg a falu környékén való lent táboroztunk volna, akkor meg reggel lett volna több, tehát összességében ugyanaz. Na, megmutatom akkor, hogy pontosan hol táborozunk. Abban az erdőben ott körülbelül, tehát nem a felső út, hanem az alsó út, körülbelül úgy ott. Ott az út, és ott valahol sünnyedtük be oda, talán oda, abba az írtásba,
Felül különben lehetett hallani, hogy jönnek az autók, meg értelemszerűen alul is, de nem volt nagy forgalom. Tegnap említettem ezt a Lukmanier hágútat, nem használják már a tranzitnak. Akkor egy kis pihi, gyönyörködés, és utána húzunk. És előtt azért még egy dolgot megmutatok, a Blennó völgye lefelé. Ez lesz majd a délutáni programunk, abba az irányba fogunk lemenni. A következő település Dagnó már látszik, és utána pedig ívesen majd arra felé fordul az út, és természetesen továbbra is lejt. Már itt is van az alagút, úgyhogy villogód be. Ezt nem tudom elhagyni, oda van csavarozva. Két dolog van, ami problémás lehet. Először is a hossza, jól lehet látni, hogy 1,5 kilométer, és nyíl egyenes. Na most ezzel az a nagy gond, hogy akkor viszont jön a szél, de nem is akárhogy. De nem a meleg szél, kitippelheti mindenki, hanem a jeges. Ez az egy szál póló lehet, hogy így kevés lesz, nem Pisti? Ja. Hát most adatokat nem fog tudni szolgáltatni, mert a GPS nem mér, legalábbis az enyém nem, mert én közben lependerítettem a jeladót róla, ugyanis úgy tűnik, hogy a GPS jellel pontosabb legalábbis. Hát ez úgy elég érdekes, hogy utána kell járni, hogy miért, mert ezt teszteltem, és ennek nem kellene így lenni. Az István Pisti az mér, 100%-ot rögtön kérdezek is tőle, hogyha elmegy az autó. Halljuk. 4%. Tehát 4%-on emelkedik, tudtuk, hogy lesz az alagútban emelkedés. Megmondom őszintén, hogy ez még így talán elfogadható is. Nem igazán van, ugye ez egy zsákutca, ahova megyünk. Van ugyan fent két falu, de annyira kis mini települések, hogy hát szerintem a helyi lakosság esetleg egy-két szolgáltató, illetve turisták használják csak ezt az alagutat. Hogy miért van itt ez az alagút, és hogy mi célból épült annak idején, arról majd egy kicsit később. Előtte inkább térünk rá arra, hogy kik vannak jelen, főleg azoknak, akik esetleg csak ezt a részt nézik. Itt van István Pisti, az über brutál macsó. Nem én mondom, ezt is kommentelők írták. Én nem tudod, mit tesznek ezen az emberen. Hát több a fű rajta, mint a hús. Ragadnak rám a nők, de csak a szúnyogból vannak. Szívják a véremet. Na jól van, nem bántjuk akkor Pistit. A 10 év közös bringázás alatt nagyon nagy haverom lett. Olyannyira, hogy még a vémrendeletembe is belevettem. A pornókazettáimat ráhagyom, pedig ez nagyon nagy szó. Ejtsünk pár szót a túra másik résztvevőjéről. Utána nem tudom, hogy egyáltalán van-e, akit érdekel. Bankó, aki nem más, mint a túra, üstökös-szerű állócsillaga. A két szó mindenképpen stimmel. Az üstökös azért, mert lehet, hogy úgy fogok elvérezni a hágul, mint ahogy az üstökösök végzik. Az állócsillag is stimmel, ugyanis már most több csillagokat látok a hidegtől. Úgyhogy lehet, hogy mindjárt meg is állok öltözködni. Lassan túl vagyunk az alagút felénél, 1,5 kilométer látta mindenki, ki volt írva. Hívják, hogy Tojra tunel. És ha körbenézzük a karakterisztikáját, akkor látszik, hogy ilyen barlangszerűen furva van. És arra se nagyon adtak, itt egy majréfülke, arra se nagyon adtak, hogy hát körbe burkolják. Ennek pedig az az oka, hogy ez egy ipari alagút, valójában nem a helyiek megsegítésére építették. 1959-ben, mikor elkezdték építeni fent a Lüdzsone tavat, ahova mi most megyünk, akkor az erőmű nem tudta megoldani a rekultivációt az alattunk található kanyonon keresztül. Értek be a teherautók, és nem tudták levinni a törmeléket. Igen, Svájcban vagyunk, tehát itt a sittet azt leviszik, nem górják szét ott a környéke, mint például Lilafüred, amikor a palotaszállót építették. Ezért képesek voltak építeni egy alagutat. Nos, ebben jövünk most fel. Tervben volt az, hogy fordítva csináljuk, hogy alul megyünk fel a kanyonban, de itt azért egy elég jelentős bizonytalansági tényező van. Logisztikát kívánt ez is, úgyhogy majd ezt a... mikor jövünk visszafelé, akkor mondom el, hogy mi volt itt ez a nagy dilemma. Úgy döntöttünk, hogy itt jövünk föl, egyelőre nem különösebben problémás. 100% nem erős, útminősége jó, és forgalom se nagyon van. Csináltam egy-két fotót is. Ritkán megyünk olyan alagúton, ami ennyire hosszú és ennyire egyenes. Hétvégén azért van megerősítés burkolat, leginkább azért, mert szerintem itt már folyhat a víz, hallani is. Talán itt az alagút végén lesz, ami talán a
visszafelé utunkat meg fogja határozni, mégpedig az, hogy vajon el tudunk-e itt menni. Hoppa, hoppa, Pist! Azt mondja, hogy ez akkor kikapcsolva. Először is lessünk be akkor magába az osztókanyomba. Tehát arra megyünk tovább, ez oké. Érdekes az a tábla bicikliút így, ami akkor azt jelenti, hogy akkor innen lehet feljönni bringával. Mit jelent ez, Pisti? Hogy akkor le is lehet. Hogy akkor pontosan le is lehet menni. Ez azért érdekes, mert ez az út 1970-től le van zárva, és 2013-ban pedig be is omlott, úgyhogy ez talány volt, mindegy, most úgy tűnik, hogy akkor visszafelé le tudunk menni. Különben egy kis feltekintés járt, azért a szokásos kanyonforma. Részleteket később, és megyünk tovább. Hogy az az országúti bringás, az előbb ide köszönt egy hatalmas csáóval. A donasz pofája volt, hogy bármelyik keresztapába befért volna bérgyilkosnak. Alig jöttünk pár kilométert a Lupanyértől, tehát a kanton határtól, és teljesen, mintha Olaszországban lennénk. Az összes felirat, emberek hangosak, gesztikulálnak, utogatnak. Graul mindeni rétorománokhoz képest ez, mintha egy másik bolygó lenne. Van mellettünk a patak, Grejna. Hivatalosan különben Blenyino lenne. A Grejna név különben a hágótól származik, amit hogyha egészen ott hátul föltekintünk, akkor hú, kicsi most a látószög, mert átállítottam. Na mindegy, leszünk úgyis közelebb, szóval onnan származik. A Bringaud Bike Road 388. Svájcban az utak hasonló, mint nálunk, úgy vannak besorolva, hogy minél felsőbbrendű, annál kevesebb számjegyű. Tehát ez most egy ilyen harmadrendű bicikliút, és ha jól tudom, akkor igazándiból csak Zsák utca, illetve fent az alpesi részeken csinál egy kör. Adul a főgerincén nem lehet átmenni bringával. Ha közelebb érünk, szerintem világos lesz. Közelebb se kell érni, mert amiket csak eddig mutogattam, abból már tippelhető. Fenyi Torrent most egy kicsit barátságosabb arcát mutatja. Meg lehet tippelni, hogy nem minden éjszakban néz ki így. Valéria, sem rövid. Jövünk már vagy 7-800 méter óta itt is. Most már nagyon úgy néz ki, hogy érünk ki. Hát, fensíkot nem mondanék, mert itt olyan nincsen. Lapos terület nincsen, viszont mindenképpen nyílik, tágul a völgy. Innentől akkor nem nehéz kitalálni, hogy jó alpok szokás szerint következik egy település. Fotót. Nagyon helyes, én pedig megmutatom ezt a szénatárolót itt lent. Dizájnos. Bianchi. Ez egy komplett mezőgazdasági üzem. Miközben felújítjuk a vízkészletet. Hideg? Nem. Mindjárt mutatok valamit. Pisti vette észre, a bicikli út itt balra megy, ott fölfelé. Ott lejött a hegy. De egyébként több helyen is vannak fölcsúszamlások. Pisti, szerinted ezt a bringautat, ezt kinek találták ki? Ezek szeretik a nyakukba vinni a bringát. Igen. Hát akkor ezt most kihagyjuk, viszont még egy dolgot megmutatok. A hőmérsékletet tessék figyelni, ott a jobb alsó sarokban 10 fok van. Ez az öltözék, ami rajta van, egy száz szerencsétlen póló, ez mennyire a körülményeknek megfelelő, de most már ez van. De említettem, első körben napsütés nem nagyon várható. Túraösvények mindenfelé. Itt van pár elágazás, itt például a Kalamdra völgy felé lehet fölmenni. Helyesbitek, Vadi Campo van arra. Nekünk az most nem kell, az a baloldali völgy, mi megyünk a Val Luzzone felé. Ott az érzékelő fent, most már villog. Minket lát-e, mert mi már itt állunk egy ideje, most, hogy megérkezett az autó, most villantott egyet. Döntöttünk, hogy bejövünk ide Campóba. Leginkább azért, mert ide besüt a nap, és kéne egyet valahol reggelizni. Itt van Campó főtere, lehetett látni, hogy mennyi turista út ment mindenfelé. Átpattanunk a hídon, és kiszúrtam valamit. Ez itt a Grejna oldalága. Nem lehet kitalálni, hogy ezt is úgy hívják, hogy Campó. Közben Pisti megmutatta itt a falu műemléktemplomát. Én rögtön feltennék egy találós kérdést. Campó honnan kapta a falu a nevét? És rögtön mondok hozzá három lehetséges változatot is. Egy. Vasból készült ilyen meggörbített nem tudom, szerszám, valami ilyesmi alkalmatosság, ami hús, illetve ruhák és egyéb felakasztására szolgálnak. Elnézést, elengedtük a forgalmat.
Tehát ugye volt egyszer a Campo, a második. Egy 1927-es árvíz, amikor a falunak Campo lett. A harmadik, Campus római szó, ami tábort jelent, innen van a név. Vagy nem. Pisti, melyiket tippelsz? Én a harmadikra. Így van. És akkor ebben a másodpercben már, ha egy pillanatra ideadod a kamerát, meg is tudom mutatni a római katonát, ott tessék figyelni, templomra is oda van gravírozva. Még egy dolgot megmutatok, ott azt a padot. Azt szúrtam ki az előbb onnan a másik oldalról reggeliző helynek. Egy gond van, hogy be van zárva. Most azon borfondírozunk, hogy vajon a helyiek mit szólnak hozzá, hogy itt átugrunk a kerítésen. Nem tudjuk, de átugrunk. A legegyszerűbb, ha lecsattintjuk a táskát, és itt átugrunk. Nézzük, biót rejteket a táska. Egyszer van egy tejecske, még otthonról. És a szokásos. Kobrankó kex. Valaki most megírta, a Svájcban élő, hogy ez itt mennyibe kerül, mert hogy itt is lehet kapni. Pisti, mit tippelsz? Háromszor. Hát, majdnem. Majdnem. A háromszoros, amit nálunk. Ezért én otthonról hoztam. Pernis. Pisti? Hallottál már olyanról, hogy Binder műzli? Az a minden műzlik a ősatja. No. Svájci találmány. Ez a pehely, itt tejbe beáztatják, és akkor egy kis gyümi meg ez az amaz. Kis vacsorára ették eredetileg. Nem tudom, hogy van-e még. A mai műzli kicsit már mások. Amúgy igen hangulatos ez a hely, és csendes, bődületes hegyek vannak körbe. Egy liter tejnek a lenyomása a 10%-os tartós emelkedő előtt az nem különösebben fasza, ezt már többször kipróbáltam, leterhelje a szívet meg egyéb más, de hiába, nagyon jó lesz. Volt közönség találkozunk. Egy helyi fickó írt, fiával akarunk találkozni, valahonnan rendeltek kobrankós polót, dedikáljuk. Összefutottunk egy romos busz megállóban, mi ketten voltunk Pistivel, és kaptunk ajándékot. Praktikus ajándékokat. Én kaptam pár darab erhúst, István Pisti pedig kapott 8 darab egyforma konzervet. Poénos. Látszik, hogy nézik a filmeket. Nagyon helyes. Sétálok már ide. Mi van itt hátul? Igen. Váratú volt. Itt a temető. Csak olasz nevek. Ticino kanton egyébként az 1500-as évektől már a Svájci Államszövetséghez tartozik. A második olasz betörés után egy ellentámadásban szerezték meg, és hát azóta is Svájc tagra. Volt egy rövid időszak, természetesen Napóleon egy olyan 15 év, amikor a kantont szétvágták, és egy része visszakerült Olaszországhoz. Ott az Erge vadász. Már az örök vadászmezőkön. Pisti, lenne egy kérdésem. Neked bejön Palvin Barbie? Nem. Be nem engedem be. Nincs több kérdésem. Lehet, hogy bejönne. Csak az asszonynál van a kúr. Tehát most járunk itt a Campónál. Most jön egy lazarész, és akkor itt pedig jól látszik, hogy végig 9-es, és szisztematikusan ez lesz a szerpentin, a Gzone szerpentin, és akkor itt ez pedig már a tó. De lehet, hogy csak ez a felső rész. Na mindegy, szóval itt most egy erősebb szakasz jön. 3-4-10. Én nem tudom, de valahogy így reggel mindig új el tudunk tökölni. Aztán estére meggyomjuk, visszahozzuk, de mindig nagyon keserves. Utána, mint a mosott szar, úgy fekszünk egész éjszaka. Itt jön be oldalról a Campo. Ez a Val di Campo itt erre, tőlünk balra. Szembe megyünk tovább a Grejna völgyön, Val di Calanza lesz majd arra fölfelé, és fent még két felé ágazik a völgy, tehát összesen egy ilyen kézfejszerűen négy felé megy szét a völgy, és az összefolyt folyók, illetve hegyi patakok, itt például rögtön alattunk kettő is van, Grejna néven mennek lefelé az osztó szurdokba, ez az egyetlen levezetési irány. Ment a teljes vízmennyiség a
Brénóba landol, onnan pedig Biaszkánál, a Ticino folyóba. Méletlenek ezek a hegyek. Itt most egy másodperc után már be is megyünk takarásba. Most. Újabb mini szurdok következik. Az a rész körülbelül egy olyan fél kilométer. Egy 2%. Ezik a másik falu. Girone. Sem kizárt, hogy Girone, bár az inkább olyan franciás lenne. Úgy néz ki, hogy indul a fekete leves. A gyalogos fény különben már itt jobbra megy is, totál telibe neki a hegynek. Takaros kis házacska. Tej már a lábomban van. Én olyan, mint a cölöpökkel tekerni. Kellene fél óra, mire leemészteném. Arra természetesen nincs idő, hogy a Pisti, hogy itt a reggeliző helyünk. Nem lett volna rossz kilátás, az egyszer biztos. Valreg Reina abba az irányba föl, ez a Kalamandra völgy, és a maga Hágó a Reina átjáró, az pedig körülbelül úgy van a nyakban föl jobbra. Előkaptam a másik kamerát is. Szóval Passo di Reina ott 2357-tel. Régi kereskedelmi átjáró volt még a római időkben. Hát, akik ott fölmentek, azoknak már most így utólag is gratulálok. És akkor még megmutattam azt a települést ott. Az egy ilyen, innen nézve legalábbis ilyen autentikus házaknak néznek ki. Hát a zoomból majd talán többet látunk otthon. Irány a szerpentin, 350 méter, átlag 10%. Teljes táv, tehát körülbelül 10 kilométer, 760 méter, 890 olivone, és a csúcs, a tó, a Luzzone, az pedig 1609, és mint említettem, lesz még majd fent bónusz feladat is. Különben, hogy a két falu lévonalban nincs messze egymást, itt alattunk van ez a Visione, ott hátrább meg, ahol reggeliztünk, Campo, egy picit ott a csücsökbe, bal csücsökbe a fenyők mellett látszik a templom is. Nagyon nagy szerencsénk van, filmes szempontból legalábbis, hogy pont egy olyan konstelláció állt elő, hogy mind mi, mind a nézők egyszerre vagyunk jelen. Képernyő két oldalán, ha mi most nem lennénk itt, a nézők meg néznék az üres képernyőt, az nem lenne annyira érdekfeszítő. Ez fordítva is igaz, mert mondjuk mi hiába vagyunk itt, hogyha a nézők meg nincsenek a tévé előtt. Mutathatok én szép tájakat, pofázhatok én bármit, hogyha nem nézi senki. Utóbbira persze van esély. Mi minden esetre a dolog első részét, mármint hogy itt vagyunk, filmelszük, teljesítjük. Többi meg úgyis utólag derül ki. Micsoda száraz meder. Tud jönni a víz, hogyha akar. Hát, vannak hajtők. Több mint 10 van darabra. És bár az emelkedés átlagban 10%, a szerpentin nekem nem tűnik annyira erősnek. Jobbra körvonalazódik a Sosto nagy csúcsos, kúpos hegye. Gyakorlatilag már megkerültük, most az észak nyugati oldalát látjuk. Mondom, hogy fogjuk látni az észak-keleti és a keleti oldalát. Kihasználják a jó időt, fújják le a füvet, és ez ugye duplán jó, mert közben szárítják is. Modernebb a technika a románoknál, ott még a hagyományos gerebje a trendi. De azért itt is gerebjeznek, hagyománytiszteletből. Jó gépek. Innen 3 kilométer, 300 méter szint. Akárhogy nézzük, stimulatíz. De még egyszer mondom, nekem könnyebbnek tűnik. Lehet, hogy a két megelőző nap durva szopatásai, ráadásul csomaggal, ahhoz képes tűnik ez most csak könnyűnek. Pár szót arról, hogy hol vagyunk most. Adula.
hegység a Lepontinei Alpok keleti blokkjában található. Céltem tegnap a Lepontinei Alpokról, illetve hát át is jöttünk a főgerincén, Lukvanyer Pass. Ezért jól látni, hogy megy fel szépen, és a nagy mészkő piramis pedig egyre szebben körvonalazódik. Az Adula ilyen amfiteátrumszerűen észak-nyugatról délkelet felé ívesen fordul, és belül ezen a részen, itt a nyugati oldalon egy ilyen katlant képez. Ez egyik katlanfeljárat, ahol most megyünk, illetve van egy ellentebb, a nagy csúcs a Rejmán hord tövében, a másik, azt Magvágia régiónak hívják, és elviekben az lenne a délutáni program, bár ez még eléggé képlékeny. Kapcsolatban sok egyéb más tényezőnek is össze kellene állni, ott lenne felvonó, meg ilyesmi, és mivel kicsúsztunk az időből, ezért nem biztos, hogy ezt már logisztikailag be tudjuk nyomni. A nagy csúcs, az Adula, 3550 méter magasságával a Lepontinei Alpok másik legnagyobb csúcsa, illetve a Ticino kanton legmagasabb csúcsa. Én van Horda német neve, ugye mondtam, utalás arra, hogy itt ered a Rajna, a két oldalán gyakorlatilag mindkét Rajna ág, az egyik belet jöttünk fel, a másik pedig értelemszerűen a másik oldalon. Azt is említettem már az elején, hogy mi a felső Rajnán fogunk visszafelé jönni. Kizásos alapon az következik ebből, hogy ennek az Adulának a keleti oldalát is fogjuk látni. Persze azért ez még így ebben a formában nem biztos. Figyelmetesen jó helyen vannak reggeliző helyek. De ezt lent még nem tudtuk, de jó volt az a templomkert is. Ja, azért kell pihenni, üres bicikli ide, üres bicikli oda. Ott a svájci zászló. Nem is egy, hanem rögtön kettő. Svájcban különben nagyon nagy a nemzeti tudat. Most volt, úgy tudom, valami egy közvéleménykutatás, hogy a Svájcban svájci nemzet úgy konkrétan nincsen, hanem valamelyik nációhoz tartoznak, és azt kérdezték meg, hogy minek érzik magukat leginkább, svájcinak, vagy pedig az adott nemzet tagja, tehát olasz, francia, német, esetleg rétó-román. Magyarok szemszögéből kicsit furcsán fog most hangzani a válasz, ugyanis 80% azt mondta, hogy ő először svájci, és csak utána az adott nemzet, amihez tartozik. Van ugye, hogyha ugyanezt a közvéleménykutatást megcsinálták volna Magyarországon, ha úgy tették volna fel a kérdést, hogy magyar vagy pedig uniós állampolgár. Körülbelül hasonló volt itt is a kérdés. Kritékolom az otthoni válaszokat. Nekem az egészséges nemzeti tudat, ez fontos, de nem az, ami nálunk van. Ráadásul a kormányzati propaganda erre még kegyetlenül rá is tesz. Nemzeti kérdésekben csak végleketekben tudok gondolkozni. Vagy én vagyok a nagy magyar, nemzeti, meg nem ért egyet velem, az ballipsi kommunista, meg hazaáruló. Előbb megszólalt, hogy erre azért van szükség, az emberek hülyék, és csak feketét meg a fehéret ismerik. Tudjon róla mindenki, hogy van átmenet. Svájc például tökéletes példa erre. Itt a nemzeti tudat és az együvé tartozás az egyszerre működik. Hátra vakantott, hogy nincs is nemzeti konzultáció. Kamu kérdésekkel, ezt már csak én egészítem hozzá ki. Még egy utolsó megjegyzésem van a témakörhöz, és akkor utána lezárjuk, mert ennek már van egy kis politikai íze, ebbe pedig nem nagyon akarok belemenni. Ez már szigorúan csak saját vélemény. Hát az álnemzetieskedő, múltbarévető, a Horthy rendszert visszasíró pojácákat, akik egyébként a globalizáció összes modernkori pozitívumát kihasználják, nem csak hogy megvetem, de totálisan le is nézem. Időközben látóhatárba került a célunk, brutálisan nagy. Mondtam, Pistinek előkapom a zoomos kamerát, aztán ráközelítünk a völgyzárójára, de nem kell, mert közben azt is megmutatta, hogy hol megy az út. Tessék figyelni. Szóval lesz itt még kilátás. Még egy baj van, elkezdett kattogni a bal pedálom. És eléggé határozottan, most azt nézem, hogy forog-e egyáltalán. Aha, elég hülye hangja van. Hú, nagyon szar. Hát figyelj, nem itt tudunk csinálni, szét tudjuk majd szedni? Nem. Nem mi? Tartalékpedált nem hoztam? Azt nem, figyelj, már olajozni talán tudjuk, nem? Hát ebben zsír kell. Tök mindegy, most átmenetileg bármi jó. Hát valahogy oda belecsurgatok, azt a semmitől jobb. Attól félek, hogy valami golyó elszállt.
Közben mutatják, hogy hanyat fekvő gyalogosnak tilos bemenni. Ez ránk nem vonatkozik. Jó, bevigyeztették ide a szósztó, illetve a másik hegy közé. Adta magát, hogy ide kell építeni. Hogy jövünk közelebb, egyre brutálisabb képet mutat. Az a probléma, hogy nem csak kattok, hanem most már kezd ütni is. Komoly gondok is lehetnek. Erős. Azt mondja, Pisti 10. Hát, azt tudja, az én órám nem pontos, de ez biztos, hogy 10 fölött van. Úgy volt, hogy az Adulát és a környékét, konkrétan a két kanton melletti gerincvonulatot, beleértve a nagy csúcsot is, nemzeti parkká nyilvánítják. És a gondolat már 30-as években is felmerült, akkor a háború miatt elvetették, és most 2012-ben kidolgozták a komplett projektet. Végül megvolt a népszavazás, természetesen a helyi lakosság nyetet mondott. Svájcban továbbra is csak egy nemzeti park van, az Engadin völgyben, ami persze nekünk is jó, táborozás szempontból. De mondhatnánk, hogy olyan mindegy, mert mindenhol tilos, de azért a nemzeti parkban egy kicsit jobban. Az a gond, hogy még az alternatív megoldás, hogy esetleg teszünk be valami olajat, aztán még ha is morzsolódott benne valamelyik golyó, akkor legalább egy kicsit megkeni. De ugye itt van egy cimering, és ráadásul két csapágy van benne, tehát nem is lehet tudni, hogy melyik recseg ropog, de itt fölfelé már nagyon brutálisan kattog. A nagy baj, hogy ez olyan gyorsan történt, hogy alig 10 perce, és rohamosan romlik. Ha beáll, és nem fordul, akkor nem tudok tovább menni. De hogy nem, jobb lábbal tudsz tekerni, egy lábbal lefelé. Ja, ja. Köszönöm szépen. Kicsi azt mondja, kukkantjunk le a lyukba. Hát ott van az a lábas alagút, amin átjöttünk. Ennyit jöttünk föl. Persze van azért még hátra. És ha átfordulunk ide, akkor most így zoomos kamerával is így látszik jól igazándiból a gát, főleg akkor, hogyha ráközelítek. Svájc egyik legnagyobb gátjáról van szó. Még azért tudjuk, hogy Svájcban jó pár komoly építmény van. Itt az út, és egyébként mi át fogunk menni a gáton. Érdekesnek ígérkezik. Létezik különben legendája is, Greina legenda. Túl bonyolult a konstelláció. Ha meglátod a fekete lovast, akkor meghalsz. Pisti, ha nyerítést halasz, akkor szemet becsukni. Akkor nem hal meg. Mondom, igen, mert hogy akkor nem látja. Hát akkor neki a szemüveg is elég, ha leveszi. Kinyögöm itt a maradékot. Ez most már nagyon durva. Pedál miatt nem is nagyon merem intenzíven nyomni. Ráadásul Svájcba egy pedálszerviz, vagy nehogy Isten mondjuk egy új pedál, az belekerül legalább 100 bibircsókba. Hát azt nagyon el kéne kerülni. Most vagyunk a harmadik napon, én kizártnak tartom, hogy ez kibírja végig. Ilyen súllyal, ilyen hegyek között. Felső hangon is súrolja az extrém igénybevétel fogalmát. Esítő, hogy mindig valami mással kell foglalkozni, mint ami itt a lényeg lenne. Például ez, amit itt jobbra tőlünk látunk. Itt a szervíz alagút, ez vezet be a gátba, és a gátban komoly infrastruktúra van. Adula arra, ezt most írta, nem tudom értelmezni, tehát amerről jöttünk. Érdekes. Ott Pisti feje fölött, az se egy rossz kőrakás. Oh, kemény. Szinte már semmit nem mutat, százalékot azt végképp nem, viszont a szint az oké, 1581, 1690, vagy 1609 a csúcs, és hát ezt gondolom, itt valamelyik alagúton ki kell menni, de melyiken, Pisti? Három van. Három van? Hát az alagút fúróknak ott melójuk akkoriban 1962 magasságában épült különben a létesítmény. Mindenképpen megnézzük a gátat, illetve a tavat. Jó hallani szerintem, hogy úgy kattol a pedál, most visszhangzik is még a faltól. Hallod? És csak annyit mondasz, hogy hát ez elég szar. Na kérem szépen, első körben látszik, hogy a alagutat elvétettük, igaz? Mert jobb oldali kellett volna.
Azt mondja Pisti, hogy az a Ristorantéba ment volna. Nem tudjuk. Figyelj, üres bringa, egyszerűen csak levisszük itt azt akkor jó napot, utána akkor végigmegyünk a gáton, és akkor ott szembe látszik az alagút befelé, látod? És akkor az alagút tudom szétágazik, és ott újra megy egy alagút végig a hegyen, és akkor ott valahol kijön. Na, ezt majd még megnézzük, a másik pedig, hogy abba az irányba is megy, illetve megy fönt a Szerpentinút. Na, nem fog rosszul kinézni, legalábbis bringás szempontból nem tűnik rossznak, izgalmasnak tűnik. A gátot 1962-ben a németek építették, és egy különleges technikával, olyannyira, hogy állítólag még a Discovery is foglalkozott vele, hogy ennek a gátnak így nem szabadna állnia. Tehát ez egy, hogy mondjam, egy ilyen mesterséges csoda. Jó szó ez, Pisti? Nagyon jó erre a témára. Azóta persze már a gát átesett rekonstrukción, bővítették, 1992-ben pedig az egészet átépítették, és az érdekessége, mint említettem, hogy mindenféle infrastruktúra van benne, lift, ez az amaz, belső alagút, az se kizárt, hogy fogunk benne menni. Pisti, hogy az előbb jöttek autók, és akkor ott bementek, mondom, hogy bemenjük a szélre. Két ilyen táskával mi van, robbanóanyag van benne? Hát nem az van benne, de hát akár feltételezhetik is. Én azt mondom akkor, hogy itt szépen menjünk le, ízben, és akkor át a gáton. Na jön az izgalmas rész, cipelünk. Jó. Azért ennek is van előnye, mert nem kopik a pedál. Hogy? Ja, mert annyira meredek, annyira meredek. Igen. Igen. A francba már mennyi sokszor van. Itt akkor próbáljuk meg. Különben megmondom őszintén, hogy akár körbe is mehettünk volna. Nem tartott volna sokáig, már csak azért is, mert lejt. Na mindegy, majd visszafelé. Egy-két izgalmas adat a gátról, hogyha oppa, valakit érdekel. Hát először is Pisti mindjárt mutatja, 164 méter maga a gát, ugye? Jó, és akkor a teljes gát pedig 225, mert abban 60 méter bent van a földbe. Utális víztöveg van benne, most pontosan nem tudom, hogy hány millió köbméter, de a tó fölfelé 3 kilométer hosszú. Itt van még egy-két adat az erőműről. Egész lent Biaszkában van a központi erőmű. A gátat magát, mint említettem, a németek üzemeltetik, viszont a teljes komplexum az a Locarnói erőműrendszerhez tartozik. És ami itt volt vízszintesen, azt itt meg lehet tekenteni, függőlegesen is. Már itt tartunk, akkor a délutáni programunk is megvan. Ugye Olivone, megudulunk majd ide, és akkor itt szépen jövünk le Aquarossa, és itt van Biaszka. És ez lenne a oldalprogram, hasonló különben, mint ez, itt is van egy tó, Bacino de Mavalia, itt az Orinó kanyon, és mi itt viszont másképpen terveztük a menetelt. Aztán, hogy innentől, közben játszott itt ez a pedális bónusz akadályként, nem tudom, hogy mi valósul meg az egészből. Akkor most végülünk a közel 600 méter hosszú köríves gáton, remek kilátás egyik irányba, remek kilátás a másik irányba. Ívesen fordul a tó, jól látszik. Sőt, van egy kis farkincája ott fölfelé, ezért úgy hívják, hogy az Ebihal. Felülről nézve legalábbis tényleg úgy néz ki. Jó, egyébként átlagban 120 méter mély, és itt a közepén már két remek vízesés is körvonalazódik. Az egyik itt ezen az oldalon. Bugyok rendesen, és ott pedig szembe a másik. Ez méletlen, mi mélység van itt alattunk. A Pistinek, hogy álljon már meg valahol, ahol talál egy szószéket. Ezzel csak egy probléma van, hogy nem építettek szószéket a németek. Hát ezért még dáldál jár. Tekintsünk ki erről az oldalról is. Hát azért elég jól belátni, hogy nem semmi. Látod az alpinistákat, Pisti? Nem. Ott jönnek fölfelé. Látom. Azt a rohadt teget! Majd másik kamerával mindjárt rá közelítek, és az, hogy azok ott jönnek fölfelé, erre van a magyarázat, azok ott nem a karbantartást végzik, mást csinálnak. Először még nézzünk szét erre körbe. Jó, mi? És akkor tekintsünk le lentre, közvetlenül. Figyeld, milyen jó kis táborhely van itt alul?
igen, mondom, hogy nyírják. Teljesen, nyírják, így van, faza vízszintes. Minden oldalról zárt. Éjszaka van egy gátszakadás, akkor valószínűleg nem csak mi úszunk, hanem itt fél Ticino is. Az most már megmagyarázza, hogy az a szervíz út az ott jön le, és csak átjön az alagúton, és bejön ide. Szerintem ez valakié. Hidd el, ez valami magánember, és itt kaszálja. Pisti, téged nem zavar a sérült, töredezett haj? Engem nem. Na akkor, megnézzük a másik kamerával is, amit már az előbb mutatni akartam. Ott tessék figyelni, jönnek fölfelé. Erre pedig a következő a magyarázat. A gát maga a világ legnagyobb mesterséges mászófala. Tehát ezek ott sportaltimisták. Jönnek fölfelé. Állítólag 650 ilyen pillérkapaszkodó van felpakolva. Én egyet sem láttam, de hát itt olyanok a méretek. És ebben a másodpercben ideértem a nyílhoz, akkor tekintsünk kifelé. Tehát itt vannak a kis bumszlik betéve, kicsit kihajolok, lehet látni végig. 650 darab van lent, és ott közelítek, hogy jelen pillanatban a küzdőbrigád az hol jár? Ott. Nem érem, hogy jó helyre közelítek, bocsánat, nem. Ott. Hát... eltart még egy ideig, mire felérnek. Mit mondjak? Ez semmiképpen nem az én sportom. Szerintem ezek egész nap jönnek itt föl. Tekintsünk egy kicsit távolabb is ebbe az irányba. Lent található Gissone, illetve kicsit odébb Campo nevezetű falu. Abba az irányba felfelé a Val di Campo, illetve a Calamandra völgy van. Ami neki megy az ottani csúcsnak, azt hiszem a Pisterri. A másik oldal az pedig szintén egy ilyen amfiteátrumszerű aréna körbe az Adula díszletként. Az pedig szerintem a Piz medel lesz, vagy inkább fordítva ez a Terri is az volt a medel. Igen, ez a két csúcsa az Adulának az északi két vége, és akkor abban az irányba kanyarodik lefelé dél, illetve délnyugat felé, a nagyobb hegyek különben majd még abban az irányba lesznek. Van robaj. Ott is lehet ledögönyözni, de akár még csúszkálni. Fantasztikus színe van a víznek. Ezt vártuk. Persze, ehhez kell a gyönyörű idő is. A további terv tehát az, hogy megpróbálunk elmenni a tónak a végére, de jól látszik, hogy itt sehol nincsen út. Természetesen alagút az van, mint ahogy úgy tűnik, hogy itt mindenfelé. De hogy találjuk meg azt az alagút bejáratot, amivel oda föl lehet menni, hogy egyáltalán lehet, hogy megint válunk kell vinni, az érdekes kérdés, de megoldjuk. És valahol ott, ahol ott állnak az autóval, szerintem ki fogunk jönni, és azért gondolom, hogy át lehet menni, mert különben meg hogy kerültek oda az autóval. Pisti, állítólag a környéken a negatív ion koncentráció 2500 darab per köbcenti. Én nem tudom, de én most így hirtelen 2564-et számoltam meg. Mindig röhögök ezeken az adatokon, hogy ezek hogy jönnek ki. Itt alattunk is van egy út, és csak ott jött ki az autó. Hidd el, hogy át lehet jönni a gáton. És nekünk, ha tovább akarunk arra menni, akkor át kell mennünk majd a gáton. Tök sötét van bent? 833, hát akkor ugorjunk neki. Nincs tök sötét, van valami barlangvilágítás. Az Istenit! Kegyetlenül kattog a pedálom, és ilyenkor nagyon kijön. Már úgy kezdtem elfejteni a problémákat, de tessék! Pisti, világít a hátsó lámpán! Hú! Nem gyengusz ez! Esik az eső. Hát... nincs az az egetverően nagy meleg. Imádom az ilyen helyeket. Főleg akkor, ha nincs forgalom. Vannak ilyen oldal menekülő folyosók, most az előbb is láttunk egyet. Semmit sem látok. Egy lámpával kevesebb van, és a sátorban is kell világítás. Most már spórolunk az energiával, mert a lámpákat nem tudjuk tölteni. Látszik az alagút vége.
Kicsit lejtett, nem különösebben volt problémás. Nem sokára jövünk vissza. Hú, de jó idő van itt. Elmegyünk még a túrnak a végéhez. Tavat megkerülni nem lehet, bár ment egy alagút befelé balra, az nem tudom, hogy hova vezetett. Minősége nem túl fasza, csak Pisti az előbb meg is jegyezte, hogy akarunk ezen 3 km zögykölődni. Érdemes átgondolni. Látszik jól a kis farkincája a tónak, ott a kis miniöből, ott hátul, ott még kanyarog egy picit befelé. Lenne a Grejnának a befolyója. Volt itt egy informatív tábla. Körülbelül 80 féle módon volt lerajzolva, hogy nem lehet benne fürdeni. Mondjuk ezt totálisan megértem. Az idő az viszont eszméletlen fasza. De azért meg kell vallanom, hogy én tettem is róla. Csak kérdezi, hogy voltam templomban? Nem, nem. Kéményseprőt kerestem indulás előtt. Ha a kéményseprőnek megfogod a gombját, akkor szerencséd lesz. Hát a tűzoltóság előtt találtam is egyet. Oda mentem, megfogtam a gombját. Hát elég hülyén nézett, miután közölte, hogy ő nem kéményseprő, hanem metálos, utána még én néztem elég hülyén. És ti, hogyha egy metálosnak fogom meg a gombját, akkor az minek számít? Lehet, hogy azért akkor nem lesz 100%-os a projekt, de egyelőre még bejött. Azt mondja, hogy főleg, hogyha a nagy fekete bakkancsával tökörünk, hogy na, akkor lesz majd nagy szerencsém. Szemben oldal a Pizzo de Pianca. A többi hegyhez képest csak kis mini dombocskának tűnik, de azért ne felejtsük el, hogy jelen pillanatban 1600 méteren vagyunk. Úgy tűnik, hogy bejárnak ide autóval, és nem tilos. Itt a végén van egy műintézmény. Közösséggel, mai szóval élve, hütte lesz. Itt a hittét már Refugiónak hívják. Egy kis megálló akkor, Pisti. Felvesszük a lónyálat. Oda nézd, milyen jó kis csobbanó hely van ott. Ja, pontosan. Lejutás egy kicsit nehézkes lenne, de egyébként végig ömlik a víz. És van ám folytatása is ebbe az irányba. Hát igen, magyarországi szemmel ezek a méretek fantasztikusak. Leírhatatlanok. A víz különben gyönyörű szép. Nagyon hangulatos, de csobbanásra csábít. De mindenki el tudja képzelni, hogy milyen hőmérsékletű lehet. Egész jó visszatekintés most már a tóra. Itt van valami mini Refugio. A zászló nagyobb, mint a ház. Vannak fent telkek, hogyha ez egyáltalán jó szó ide. És hogy mit láttak, ha kijönnek mondjuk a teraszra reggelizni? Hát ezt. Jó a látvány. És csak a kutya ott úszik befelé. Vízben, aha, ott egész lent, és itt most jól lehet látni, hogy a tó arra még folytatódik, ilyen ívesen megy, ott van a kis farkincája az ebihalnak. Egyébként ott oldalt is van, mert ugye az oldalvölgyek, ahogy megvoltak eredetileg a befolyók, és hogy megemelték a vízszintet, szépen ezek megteltek. Nem is kutya ott, hanem valami ilyen motoros szar. Pisti azt mondja, hajónak hívják. Hát lehet, hogy szórakoznak, modellezgetnek fent a legények. Úgy döntöttünk, hogy tényleg csak virtusból eljövünk a Refugióig. Jelentős volt a befolyó. Ja. Hát igen, itt vagyunk a tó másik végén. Fotó témának nem rossz, mi Pisti? Nem. És akkor ez lenne a... Hát, igazság szerint ez szerintem csak valami pásztorszállás. Mini restaurante azért van. Grejna régió, az ismertető tábla. Természetesen több nyelven. És ha itt tovább menjünk, akkor itt megy fel az ösvény a piros. Itt ebben a nyiladékban, és el lehet érni a Grejna hágót 2357 méteren. Kutyával bárki próbálkozhat, gyerekkel, illetve bringával már nem igazán ajánlják, és természetesen a kempingezés is tilos. Tejtermékek, sajtok, joghurtok, hegyi kaják vannak, puritán, de nagyon hangulatos. Ott áll olyan az egész, olyan a feeling, mintha Romániában lennék. A kaja a választék is, csak gondolom 10-szer annyiba kerül.
körben most nagyon megjött az étvágyom, még akkor is, hogyha mondjuk hideg kaja van csak valószínűleg, vagy lehet, hogy valami olvasztott ilyen fondű, vagy valami svájci specialitás lehet, hogy becsúszna. Mert nem jött el velem a végéig, hogy lett volna kaja, és akár még be is ülhettünk volna. Meglepő volt a válasz, azt mondta, hogy igen. Pedig rá ez nem annyira jellemző. Nem jött jól ki a lépés. Alig 2 óráig reggeliztem. Nem igaz, a kobrankó keksz az nem volt valami nagy duranás, de lenyomtam hozzá 1 liter tejet. Ilyenkor az ember betöményedik. Ráadásul hasonló jellegű kaját enni megint, 2 óra elteltével. Na mindegy, hát ha lesz még ilyen. Őszintén az ilyen nem tervezett, véletlenül útba eső helyek nekem még pluszba is meg tudják hozni az étvágyamat. Főleg, hogyha ennyire hangulatosak, mint például amilyen ez is volt. Hát az az 5 csillagos hotelnak is van hangulata. Értek, de az nem az én világom. És egyébként pedig, ha most például azon a helyen egy 5 csillagos hotel állt volna, az valahogy nem is illett volna bele ide a tájba. Ez kell, ezt érzik is a svájciak, pedig megtehetnék, hogy oda vigyeztik. Ez náluk nem pénzkérdés. Német nyelvterületen, és ez nem csak Ausztriára, Németországra, hanem nagy valószínűséggel Svájcra is vonatkozik. Van egy olyan törvény, hogy csak autentikus a tájba illő építkezési formákat lehet, azokra adnak ki engedélyt. Furcsa módon ez a román stílusú szakadt kaiba pásztorszállás Esztena, ez ide való, ez ide illik. Nem rövid ámotó, a 3 kilométer az 3 kilométer, csak optikai csalódás, mert a gát az annyira brutálisan nagy, hogy közel hozza a tó végét. Ott egy kis kősziget, és olyan, mintha ott lenne valaki, átúztak oda. Vagy legalábbis, vagy átlábaltak, vagy a fene tudja. Tában nem hallani, de elképesztő, hogy milyen robaja az ugott lefelé a víz. Elég elkeserítő a hangja ennek a pedálnak. És hogy igazándiból nincs is kulcsa hozzá, hogy le tudjuk venni. Erre kérdezem, hogy mit kezdenénk vele, hogyha le tudnánk venni. Azt, hogy be tudjuk dobni a kukába. Röviden összefoglalva, ennyire egyszerű a szituáció. Nézzük a jó oldalát, lefele remekül lehet vele menni, és hát most jelen pillanatban éppen fent vagyunk. Ott a vízesés, pillanatra még éppen lehetett látni, de a hangját azt lehet hallani. Itt a tavacska, idáig jöttünk el, és itt van a kis farkinca, amit mondtam. És akkor most meg fogok fordulni, úgy teszek, mintha magamat filmezném, de tessék felnézni, az alagút fölött. Ott áll egy fickó, és ott a sátor. Itt van, kempingeznek. És akkor mutatom közben a táblát. Gyakorlatilag éppen ránéz, rálát. Nyilván a helyiek jobban tudják azért a dörgést. Próbálok egy pozíciót fogni a vízesés irányába. Félek, hogy nem lesz. Viszont a kis szigetecskét azt meg tudom mutatni. A követ mutat, nézzük micsoda, halljuk. Hát a túró tudja, de nagyon jól néz ki. Jó, csillogókős. Még csak 10 van a zsákba. Nem, még csak 3. Próbálunk pozíciót fogni a vízesés, az egyelőre nem sikerül. Hát, ha talán innen. Addig viszont akkor jöjj te. Kérem szépen, Citro Elmer. Szintén szponzori ajándék, svájci gyártmány. Itt van a kis kereszt, zászlócska, tehát akár orvosi rendelvényre is lehet használni. Kóstoljuk! Bevallom, hogy én ezt már ismerem. Legutoljára, amikor Svájcban voltunk, akkor kipróbáltam. Szintén a minőségi fajtából való. Azon próbálok gondolkozni, hogy egyáltalán van-e Svájcban olyan, ami gagyi. Majd azért, ha bemegyünk boltba, akkor nyilvánvalóan fogok találni, mert az nekem mindig nagyon sikerül. Én azt gondolom, hogy a nyitját az adja, hogy minerálvasszer, tehát hogy ez valami ásványvíz alapú. És egy picikét meg van pikánsan citrommal ízesítve. De van nálunk is hasonló, azt hiszem a Visegrádinak van ilyen hasonlója, nem a Szent Királyinak. Annyira nem kedvelem, de szomjoltásra, főleg nagy hőségben ez nagyon fasza. Adtam a vízesés fényképezőt, egyszerűen nem találtunk pozíciót. Különben egy egész család kempingezik ott fönt. Most éppen kipakoltak, reggeliznek. Azt mondta, hogy megsült. Hát akkor ez most jó lesz.
gyakít felhúzni a cipzárt, bőrület hideg van. Akkor 800 méter hűtőszekrény, aztán kimegyünk a szabadba körülbelül másfél percre, utána másfél kilométer hűtőszekrény. Nem tudom, hallottad-e, hogy Svájcban most valamelyik vasúton találtak egy 3,5 kilós aranytömböt. Ezt az itteni ismerős mondta, nagy röhögve is mondta, hogy lehet jelentkezni Luzernbe a vasútállomáson, a tulajdonos átveheti. Nincs messze ez a Luzern. Itt csak egy hágon kell átmenni, ott a, nem tudom, Operalpon vagy valamelyiken legurulunk, nem ugrunk el érte? Lehet, hogy megérné. Meg lehet próbálni. De honnan tudják, hogy a mi? Hát azt sem onnan, de majd hazudunk. Úgy sincs ennek hozzászokva itt. Itt mindenki igazat mond. Feltételezik, hogy olyan is jelentkezett, aki én nem. Persze a arany több cipelésével is gondok lennének. Nem tudnám hova tenni. Ellene tennem a kobrakókekszet. Az pedig többet ér, mint 3,5 kiló arany. Na akkor ez megvolt, és logisztika következik. Ugyanis ugye alapból visszamehetnénk a gáton, de az nekünk nem jó, mert nekünk az az út kell. A probléma az, hogy... Pisti! Ez már izmosabb lesz itt lefelé. Kicsit hosszabb a lépcső, és mintha meredekebb is lenne. Változat viszont az, hogy visszamegyünk a gáton, ott legurulunk, alul vissza, és akkor magába benne a gátba, nem? Én csak tippelem, igen, hogy akkor úgy keveredünk ide. De hát figyelj, az legalább másfél kilométer kör, hát akkor inkább menjünk le itt. Hamarabb végzünk. Visszafele úgyis erre megyünk. Hát éppen azért. Hát figyelj, ugorjunk neki. Teljesen feltérképezzük itt az erőmű infrastruktúráját. Mi a tényállás? Ne szórakozz! Ott kell fölmenni. Tényleg? Megvan a jó hír. Megyünk fölfelé itt a tizenvalahányon, vagy legalábbis én. Tolom. Bár a kilátás abban az irányba kárpótol. Ahogy nem dob fel. Pisti azt mondta, bepróbálkozik. Azt mondja, ennyi volt. 100%, tehát akár lehet, hogy még menne is, de nem merem a pedált erőltetni. Hú. Elvégben, ahol megyünk, ott lesz egy alagút. Ha lesz, kezd alakulni a másik oldal. Hú. Hát, két szerpentin kanyar után most már így néz ki a helyzet. Egy kicsit más szögből, de ugyanaz. Értelemszerűen nem erre megyünk, hanem arra. Pisti igazi erőművész. Brutál macsó, hogy az elején bemondtam, és még a fülén is veszi a levegőt. Erre mondják azt, hogy van azért a kerékpártúrának nem élvezetes része is. Esetleg utólag irigykedik, hogy milyen helyeken járunk mi. Úgy néz ki, hogy célhoz értünk. Ideg mi? Pisti. Valami ki van írva. 2,3 kilométer? Hú, de jön ki a hideg. Hát a szokásos, vagy talán még az előzőtől is vékonyabb, és úgy 23-tól 7.30-tól 12-ig le van zárva, de egyébként 12 óra már elmúlt. Muszáj öltöznöm, mert olyan szinte jön hátul a levegő, hogy itt örök nyavaját szerzek. Lesincsünk be a kanyonba. Itt megy lefelé a víz, és aztán utána abba az irányba fordul. Jól lehet látni, hogy hol az utunk. Ott, körbe. Az egészen, figyelj már Pisti, gyakorlatilag az egész tapunkat látjuk. Igen, nem? Persze, én lefotóztam. Na, hát egy fotót megér, de azért majd egy panoráma képet csinálunk a másikkal is, egy-két zoommal megfűszerezve. Minden magunkra húztunk, és még így is vázok, bevallom. Na, lesincsünk be akkor között alánk a kanyomba, egyrészt. Sok víz nincs benne, vagy legalábbis innen úgy tűnik. De a tóba sem volt annyi, tehát valószínűleg nem volt annyira csapadékos az idei év, bár azért ezt így nem mondanám. És ugye említettem, hogy az egész napunk látszik, akkor most lefelé mutatom, amerre majd menni fogunk. Ott van vég az út, ott van egy éles kanyar, utána itt van még pár szerpentin, ott megyünk le, és akkor ott volt a Girone szerpentin. Ott
kaszálták a füvet, emlékszel. Innen egyébként úgy tűnik, mintha az lapos lenne, nem? Mintha ilyen egyenes lenne. De hát azért emelkedett keményen 10%, utána ugye ívben elmegyünk oda, ott van az a Campo nevezetű falu, és mi pedig majd ott balra lemegyünk a Grejna völgyén. Vissza felepróbálom természetesen ugyanaz, mint felfelé, de uratkozni nem fog. Pisti, mit szólsz a sötétjükhoz? Bevállaljuk? Ha menjünk, mint a golyó. Akkor indulandusz, 2,3, tehát eddig most ez a leghosszabb. Ilyen adatunk nincs róla, hogy milyen szint várható magában az Argutban, 2 kilométeren azért lehet. Bár azt vettem észre legalábbis idáig, hogy leszámítva a Toerát, ami a leges-legelső volt, a hosszú, még a főúton, ott volt egy 4% emelkedő, de ezek a szervizalagutak, ezek aránylag szintben mennek, nem Pisti? Egyébként meg logikus is, mert hát a helyben most úgy fúrnak, ahogy akarnak, tehát ott mindegy. Így van, ahogy Pisti az előbb mondja, hogy ha már ilyen magasan feljött a külső út, akkor innentől már van mozgástér. Az viszont látszik, hogy ez az alagút viszont azért fordul, nem túl sokat. Most megint van 1 kilométer egyenes. Nem tudom, hallottad-e, indulás előtt volt a Fókuszba egy olyan riport, hogy Annóni Zita hogy éri meg a terhességet a vírus alatt? Nem, én nem nézem ilyen műsor. Hát elég nagy baj. Fontos információkat tudtál volna meg róla. Érdekes, hogy engem meg senki az égvilágot nem kérdez meg, hogy én hogy élem meg a terhességet a vírus alatt? Én láttam mindenki az első 2 nap, hogy terhes az voltam, mégpedig hátul, a biciklin, de nagyon. Ennyi volt. Ez furcsa, Pisti. Itt valami nagyon nem stimmel. Ez nem volt 2 kilométer. Ennyi volt az út murvás, de egyébként járható és emelkedik. Következünk. Pisti, elmehetnénk fotómodellnek. Figyelj, Pisti, a testalkatod megvan hozzá, csontszorozva 2 bőrrel. Csontszor bőr a négyzeten, hogy a matematikusok is értsék. Ja. A felső megint megy a táskába, és ez még meg lesz visszafelé is. Azon rúgózik, hogy ez is bele volt tervezve a tegnapi napban. Ez a tegnapi napunk lett volna. Erre csak annyit mondtam neki, hogy örüljön inkább neki, mert lehet, hogy nem lesz a túrának vége, akkor legalább ereje legyen. Kegyetlenül kattog most is, csak annyira rázom úr, hogy nem hallom. És ez nem is murva, hanem ez ilyen köves földúr. Pisti, te tudod egyáltalán ki az az Annóni Zita? Mert ugye arról volt szó a terhességgel kapcsolatban. Hát a Gianna Annóni, a szakács, az olasz, annak van a felesége, valamikori Suhogó Siheder, korábban még Debreceni Zitának hívták. Rákérdezett, hogy az az a nő, akinek volt már mindenféle debreceni soproni kesztei babája. Annak a kedves volt a kedvese. Mert hogy van egy olyan fickó, hogy kedves Ferenc, tudod, az ilyen hipervállalkozó állítólag, és hogy buktak rá a csajok, ez a Debreceni Zita és Hargit Ebba ezért összeverekedtek, hogy kinek legyen ez a kedves a kedvese. Hát azért verekedtek össze, hogy kinek legyen kedves a pénztárcája. Na ez már így inkább. Araszolunk lefelé szépen, ahogy kell. És várjam egy másodperc, mert közben még azt akartam mutatni, lehet, hogy nem látszik a széles látószögön, hogy előtérbe került a gát. Csak a gát került előtérbe, hanem a Sosztól nevezetű hegy is. Most a változatosság kedvéért már az északi oldalát látjuk. Fenyegetőztem, hogy minden oldalról meg fogjuk nézni. Hát ez valami elképesztő, milyen is te hát a mögötti hely már. Gyanúm, hogy itt már a madár sem fingik. Tovább rúgózik a témán. Az előbb ide szól, hogy ez most akkor nem az a nő, amelyiknek az a kimondhatatlan magyar focista volt a kedvese? Nem tudom, hogy figyeli mindenki, hogy tudja a neveket. A Gyugyákról van szó, mi? Na hát akkor innentől meg akkor az imány a nő. A kónapra kész bulvár témákban. Váltott az út minősége. Nézd már, ott a kulacs. Visszafelé ellopom. A szálkás az út. És van vagy 16%. Viszont jobbra nyílik a kilátás. Én viszont leperegrek az út széléről. Pisti, tök felesleges mélyezni ezeknek a nőknek a nevét. Úgyis mindegyik K-val kezdődik, a többi meg csak becenév. Informatívak azok a táblák. A halál fel a legjobb. Az alagútban.
ez lenne a túránk csúcspontja. A Szóstót megkerültük, és ebben az irányban is lenne elviekben egy kanyon, de ez egy vakvölgy. Itt egy pillanatra nem tudom, láttad, hogy ott vannak házak bent. Igen. De ez egy ilyen fensíki plató, tehát aha, onnan nem lehet lemenni. Tehát itt nekünk muszáj visszamenni, mert ezt is néztem, hogy esetleg mi van, ha igen. Tehát azok az utak, azok lemennek ahhoz a pár darab ilyen rusztikus kúriához, és akkor utána ennyi volt, vége. Azok itt járnak át az alagúton. Én erre tippelek. Lesítjük be akkor a gátra. Hú, ez se gyenge. Nézd, csak ott szalonnázik lent az űrge. Csak alattunk ezt a jó kis lavort. Azért, mikor úgy megindul a víz, akkor el tud jönni. Nagyon érdekes, amit most az előbb mondtam. Véletlenül elszóltam különben magam, hogy föl tud jönni. Ugye? Na most ez a tó, Bacino de Carassimo, ez a lenti tónak a túlfolyója. De ez van fentebb. Akkor az hogy lehet? Ez a kérdés. Úgy, hogy fel tudják nyomni a vizet. És nem valószínű, hogy ebben a vájúban spriccol fel a víz, mint a gejzír, hanem valószínűleg más megoldással, de mikor az a tó nagyon tele van, és félnek, hogy esetleg túlterheli a gátat, akkor ide felszivattyúzzák a vizet. Tehát ez valójában csak egy ilyen segédgát, segédtóval. Tehát itt áramot szerintem nem termelnek. Csak úgy döntöttünk, hogy lesétálunk. Körbenézünk a gáton, csinálunk egy-két jó sikerült fotót. Még amíg nem csináltuk meg, nem tudjuk, hogy jól sikerült, de én megelőlegezem, hogy jól fog sikerülni. Hú. Jó hely. A tó egyébként 59 méter mély, mikor tele van. A gátot pedig 1965-ben építették. Hol látszik, hogy a szokásos ák típusú gát, tehát boltíves völgy szorítógát. Talán ez mondjuk hülye szó, de mindegy. Nézzük, Pisti, mit fotóz? Tessék, ott jöttünk különben, és még egy dolgot. Ez a völgy, itt erre fölfelé, ez a Muaz völgye, tehát ez egy oldal kanyon, tudjál róla. Tehát ez volt a negyedik sorrendben, már most nem sorolom fel az összest. Volt ugye a Campo, akkor a Calandra, a Luzzone, és most pedig itt tartunk. Tulajdonképpen úgy beálltuk a környéket, mint szar a kanálist. Pisti szemlézgeti a Sostónak az oldalát, és azt állapította meg, hogy szerinte ott felül a jég ledarálta. Pontosan így van. Tegnap beszéltem is róla. Az egész hegynek attól van ez az érdekes kúpos formája, mert ebből az oldalból is volt gletszer, meg abból az oldalból is volt, és gondolom, hogy amikor úgy megindult, akkor szépen ilyen galériaszerűen körbeölelte, és akkor csinált belőle egy ilyen kis játékvárat. Mi egyébként 2221 méter, tehát nem az a gyengusz. A Hágó út különben, ha mennénk rajta tovább, akkor egy vakvölgyben végződik, Passo di Muaz, tehát nem lehet átmenni, ott ugyanis már az Adulának a nagy csúcsa van. Én igaz sem tartom kizártnak, hogy azt látjuk ott, tehát a Rejnwald Hold, Ticino legmagasabb csúcsát, simán lehet, mert körülbelül ennyire van, majd megnézem a térképen. Szóval bringával nem lehet fölmenni, körülbelül egy ideig, aztán utána gyalog, még talán valameddig. Az átkelés meg természetesen csak erős idegzetűeknek. Egyébként óriás halak vannak benne. Ott. Jól el vannak, ellebzselnek. Bevallom a nagyon őszintét, hogy én azokból a halakból, amit lent ott láttál, abból most bevágnék egy ilyen, így a tálon. Integessünk, Pisti? Integessünk. Jó kis munkahely. Nincs főnök. Akik építették, azoknak egy kicsit melósabb volt. Karbantartás nyilván már egyszerűbb. Művelet, főleg ha Svájcról van szó. Itt az örökké valóságnak építenek. Azért árulkodó, hogy milyen vizek mozoghatnak itt. Ott egy másik brutális túlfolyó, és ez pedig, Pisti vette most az előbb észre, hogy ha megindul benne a víz, akkor elkezd keringeni, ugye? Forog körbe-körbe, és hogy ennek kiküszöbben is oda tettek egy féket, mi? Az igen, a féklapát. Igen. Akkor Carassimo völgyet letudtuk. 20 kilométer fölött vagyunk, és eddig még tulajdonképpen csak felfelé jöttünk. Úgyhogy kicsikét nyújtottabb lett a kör, mint amit terveztem. De én azt gondolom, hogy látványvilágában ez igencsak megérte. Na de, ha már elhoztam a térképet, akkor megmutatom, hogy
Hol járkáltunk ma? Hát úgy egy kicsit világosabb lesz. Olivónéból indultunk, följöttünk. Itt a hosszú alagút lehet látni. Utána felértünk Campóba, és három felé megy a völgy. Van egyszer Val di Campo, Val di Calandra, ez megy fel a Greina hágóhoz. Szerintem jól el lehet olvasni, 2357. És akkor itt mi feljöttünk azon a Girone Serpentinen, ahol kaszáltak, emlékszel, magához a tóhoz. Itt a sok alagút lehet látni. Elmentünk a tó végére, visszajöttünk, és akkor eljöttünk ide a Val di Carassivóba, most körülbelül nagyjából itt vagyunk ezen a ponton. Hát itt már tovább nem lehet menni, és jól láttam a Rheinwandhorn, tehát a nagy csúcs, az Adula nagy csúcsa, az hát most pont nem tudom megmutatni, de ott mutatta magát, nem? Pontosan azt láttuk. És most az történik, hogy akkor visszamegyünk, és akkor vissza le. És a délutáni program pedig az lenne, hogy csomagos részen lejönnénk így ennyi Malagliáig, és akkor innen tulajdonképpen az Adulának az alsó déli részét néznénk meg, a dél nyugati részét, úgyis az Adula így ívben fordul a kanton határ gyakorlatilag. Akkor még ide kisétálok. Emlegettem itt a Sosztónak a délnyugati oldalán a rustikus falut. A rustikus falu az gyakorlatilag így néz ki. Van egy érdekes neve, most nem ugrik be, de olyan, aminek magyar jelentése is van. Ezek valamikor nyári pásztorszállások voltak, most sem laknak szerintem. Túra célpont, különlegesség. És hát látszik, hogy a palatetős, klasszikus hegyi háza. Gondolom, az senkit nem lep meg, hogy nincsenek különösebben rossz állapotban, pedig nem ma épültek, ez szinte biztos. És még egy dolog, ott megy tovább az út. Pisti, kérdeztem, miért nem arra megyünk le? Azért, mert a nagy büdös semmibe megy, utána ott van 500 méter szakadék. A piros turista jelzések vannak, nem tudom, el lehetett-e olvasni, az volt ráírva, hogy Sentiero Piero Alto, azaz a magas hegyi út. Itt a valamikori csempész útvonalakat követi, és itt az Adulát keresztül kasul minden irányban behálózza. Ma természetesen túraútvonalnak használják, és valami brutális kilométer mennyiségről van szó. Az ember nem is gondolná, tehát több százról. Mondjuk való igaz, hogy van hova menni, és hát vannak szintek is. És nehéz tartalom félkezel a kormány, de azt azért megmutatom így menet közben, hogy szembe az Észak-Adula látszik, a havas csúcsaival és a gleccsereivel is, és kicsit furcsa, hogy déli irányba is vannak, ami errefelé már ritka, különben nem biztos, hogy gleccserek lehet, csak a megmaradt hó. A Medelterri tömbjét látjuk, említettem már, hogy a legészakibb vonulat, hogy most melyik-melyik, azt nem tudom. Újra megint alakult, már ki tudja hányszor, és most már beazonosítottuk, hogy a szélességét és a magasságot jelez, úgyhogy a kilométer az azért sokkal szerényebb, szerencsére. Ellenére lehet, hogy jó lenne most már hanyagolni az alagutakat. Van megoldás, István Pisti az előbb mondta, át kell változni Kimirszenné. Szerintem tegyük helyre, hogy ki volt az a Kim Ir-sen, mert nem mindenki tudja, észak-koreai diktátor, a mostani Kim Jong-unnak tán a nagyapja, igaz? És úgy került képbe a dolog, hogy állítólag ez a Kim Ir-sen, ez tudott repülni. Illetve ott inkább úgy mondták, hogy levitálni, tehát hogy így lebegni a föld fölött, és azért gondoltuk, hogy az alagutat esetleg kihagyhatnánk, úgyhogy átrepülünk felette. Én úgy tudom, hogy ott ezt a lakossággal lelegeltették, nem? Tehát, hogy elhitték, hogy ez tényleg túl. Hát ez egy információ, csak a nemzeti média. Az igaz? Ténykérdés, hogy ott csak egy tévéadás van, mindenki abból táplálkozik, nincs internet. Gond az, mert nem tudna pornót nézni se. Ez egyébként a Carassimo alagút. 1965-ben épült a másikkal együtt. A Carassimo gát építéséhez volt rá szükség. Azelőtt a rustikus falvakhoz csak gyalog ezen a Sentieron, amit mutattam, csak ezen lehetett feljönni. Autóval nyet. Az is igaz, hogy akik itt laktak, azok nem igazán mozogtak. A született, ott volt, aztán egyszer csak meghalt. A középkorban ez így ment. Na, itt már voltunk, csináltunk kilátást. Pisti, szerintem ne húzzuk az időt, haladjunk. Jön az a brutális szerpentin, amin csak tolni tudtam, úgyhogy elnézést, filmezés most nincs. Megnyitod, hogy hát ez nem volt meredek. Brutál. És akkor újabb izgalmas rész következik, végigmegyünk magában a gátban. Ide azért jó lenne a lámpa. Pircsi.
meg kell várni. Addig ne induljunk el. A Lepontine szó, ami a hegység, a nagy hegység, az Adula, ez csak egy része. Laventina szóból van, ami alpesi legelőt jelent. Hát, vannak alpesi legelők, az ténykérdés, de itt inkább hegyek vannak. De azok dögivel. Nem tudom, mikor fog pirosra váltani. Lehetne csúszni. Nem tudtuk, hogy mikor fog átváltani, és kiderült, hogy itt van egy szenzor. Itt. Gondoltam volna, hogy a helyiek mondták, itt a helyi munkás. Ide jött. Aha, bike. Bike. Aha. Or foot. Aha. Szóval az a lényeg, hogy ide kell állni, és akkor abban a pillanatban már érzékeli. Mondjuk soha az életben nem jöttem volna rá, de mivel itt állnak meg az autók, ez egyébként ez itt adja magát. Ide jött a lapáttal, és rátott a lapátot, úgy beindult. Jó hír az, hogy már ebben a másodpercben megint piros lett. Hát majd meglátjuk, hogy oda át mi van. Remélem, hogy nem indítanak el addig senkit. Mert ahhoz azért eléggé keskeny, hogy ha jön valami szembe, akkor oda kell lapulnom a falhoz, de mivel most üres bringával vagyunk, hát valahogy majd megoldom. Az út rendesen balra végig követjük az íves gátnak a nyomvonalát. 600 meter gát kellős közepébe vagyunk. Lapáttal indította be a lápát, akkor hogy legközelebb hozzunk el lapátot, mi? A más megoldás nincs. Lehet, hogy kapalva nem is működik, csak lapát. Ja. A másodpercben átértünk, ennyi volt, és most pedig újra, ez már csak ilyen kis segéd alagút. Pisti a matematikus majd összeszámolja, hogy hány alagút volt, és ezen belül is hányszor mentünk ide-oda. 14,5 és 15,5 között, kérdezem, hogy a fél, hogy jött ki, azt mondja, az annyira kicsi volt, hogy félnek számolta. Rakom fel a cuccokat a lejtmenethez, sisakkamera, berúgtam a konnektort minden. Erre mondom Pistinek, hogy még ne induljon, mert van karkötőm is. Erre mit mond? Hogy állandóan csak ez a divatolás. Igen, ilyen műsorokat nézek. A sok keleb, akik divatolnak.
kijött a faszi abból a házból, oda az erkélyre, és felnyitott a téli kabátba. Pisti azt kipontott, hogy lehet, hogy ezeknek nincs is nyári ruhájuk, mert hogy itt nincsen nyár. Ez most csak egy ilyen beijesztés volt. Az egyetlen vízvételezési lehetőség az ez. Az egész felső körön nincs víz. Pontos infó, ha esetleg valaki erre jár. Pisti, szerinted hányan fognak erre járni, akik megnézik ezt a videót? Szerintem 4-5 ezeren. 4-5 ezeren, körülbelül is ennyire tippeltem. Jönnek a galériák. Szerencsére a nagy hosszú alagúton, a Tojra tunelen már nem megyünk még egyszer át. Már alagút undorom van. Mennyi lesz jó választás a szósztók, szurdok? Az sem biztos, hogy világos. Minden esetre megcsináljuk. Vagy legalábbis megpróbáljuk. Erre talán már nem lesz szükség. No, tehát így néz ki, ahol végig kell mennünk. Akkor egy megtekintés oda. Egy feltekintés oda. A biztonság kedvéért kézikamera is legyen ott én meg minden. Hát akkor kezdjük lecsurogni, Pisti. Az előbb megindult a bringám így, de aztán így hirtelen megállt. Erre Pisti megszólalt, hogy hát ha azonnal lemegy, akkor már nem számít, hogy milyen a pedál. Kezdünk, hogy toljuk le. Ajaj. Ó. Ez a bicikli út. Remélem a továbbiakban azért nem ilyen lesz. Akkor az út karakterisztikájáról néhány szót, de én szerintem nem is kellene erről beszélni egyáltalán. Elég, hogyha az ember így végig tekint, hogy hol fogunk menni. Ott tessék figyelni, ugye a Blénió itt jön lent, mellettük pedig található a Sostó, ami nem más, mint Ticino Matterhornja. Láttuk, hogy hogy néz ki. Innen következik a sziklába vájt út, kanyon út. Azt az ege! Remélem, hogy mindent vesz a kamera. Amire lehetett számítani, illetve nem föltétlenül, de végül is most már mindegy, mert ez van, az, hogy ez valamiféle macskakőszerűség, vagy ilyen helyi kövekből rakták ki. Az utat ugyanis 1892-ben egy Gionella nevezetű mérnök tervé alapján és irányítása alapján építették. A felső régióban található rusztikus falvakat elérjék valahogy. Aztán természetesen, mikor épült az erőmű 1950-es évek végén, akkor az alagút kiváltotta a közlekedést. Egy ideig itt még volt gyalogos forgalom, majd pedig 1970-től szinte majdnem mindent leállítottak, majd újra nyitották turisztikai célból, és akkor erősítették meg, hogy nem vannak ezek a korlátok. Majd pedig 2013-ban volt egy omlás, és akkor aztán végképp lezárták. Hát nem könnyű tartani, elnézést, úgyhogy nem is nagyon tudok oldalra belesni, és ki fel sem merülni, ugyanis van elég durva lejtési szöge. És akkor következzen az elengedhetetlen találós kérdés. Említettem, hogy csempész útvonal volt. Vajon mit csempésztek itt? Mondok három lehetséges változatot. Padlóburkolót, járólapot, vagy pedig fürdőszoba csempét. Azt nézzük különben, hogy rohadt érdekes ez a kő, de ez olyan, mint a só lenni, nem? Hogy ez a szürke így málik, hogy... Az igen, de ugye látszik, hogy többfajta közet van benne, és ez só. És egyébként meg itt van a sóstó, tudod, ott van szembe. Tessék megnézni. Ott van szembe, az a sóstó. Persze azért szabad senkinek keresse, mert az nincs a környéken. Víz viszont annál jobban. Mindjárt mutatom. Tessék figyelni végig a Blenyinyó kanyonját, vagy Lejna kanyonját. Azért, mikor úgy árvíz van, akkor jön a víz szépen. Pisti, hogyha hegyi patakba mész fürdeni, akkor föltétlenül vigyél lakatot magaddal. Tudod mi? Mert könnyebb úszni a dárral. Annak idején ezt kézzel faragták, még az 1800-as évek végén. Milyen patta van itt! Durva! 2 kilométer különben maga a szurdokút, és
200 méter szintet esik le, 10% átlagban. Most ahhoz azért vegyük hozzá, hogy milyen az útnak a minősége, és szerintem itt volt az omlás. Van már egy kis rekonstrukció is. Én arra tippelek egyébként, hogy... Ez már Montis terep, nem igazán olyan a gépem, ami erre alkalmas, annak ellenére, hogy most nincsen rajta súly. Esik az eső, és a kamerám meg nem vízálló, megpróbálok behúzódni ide. Na szóval, egy kis előzmény, a túra előzménye. Kiszúrtam én ezt Vecchia Strada del Sosto, úgy hívják. És az ilyen kanyonokat én amúgy is nagyon csípem. Szerintem én említettem, hogy itt akartunk feljönni. De nem tudtam, hogy milyen a minősége, ezért vállaltuk azt be, hogy felfelé tolni azt rosszabb, mint lefelé csurgani, és szerintem talán jó választás volt, mert bár Pisti nagyrészt tolja, vagy oldal az, de azért fel lehet ülni, lehet haladni. Másik dolog pedig az, hogy még tavaly olvastam, hogy a svájci kormány úgy döntött, konkrétan a Ticino kanton, hogy az utat leaszfaltozzák, feljavítják, és kerékpáros turista forgalom előtt megnyitják. Mert hogy ez nincs megnyitva, ettől függetlenül persze furcsa, hogy kint van a kerékpáros tábla, de hát nyilván mountainbike-osokra gondolnak. Igen, ez már mindenképpen határeset. Szóval, amit mondani akartam, hogy 500 ezer frankot el is különítettek erre, és a építés határideje pedig 2019. Azért elképesztő, amit ma láttunk. Elején említettem, hogy svájciak a magashegyi építészet nagymesterei. Abszolút igaz. Közben már látjuk Olivónét. Az út különben még mindig a peremben kanyarok, de már a sziklák méretei csökkentek. Lassan araszolunk kifelé a kanyonból. Nézzük itt az épített infrastruktúrát, és nem tudja hova rakni, hogy ott bemegy a víz, aztán ott eltűnik. Ott van valamilyen kazamata rendszer, nem néz csak, valami furva van a hegyben, és akkor itt pedig van egy jó kis túlcsurgó. De én azt gondolom, hogy ez inkább természetes lesz, nem? Kérdés, hogy honnan, mert innen nem látunk semmit. Ja, tessék figyelni. Ticino Matterhornja. Nem gyengusz. Aki oda felmegy, biztos van 360 fokos panoráma. Még az se kizárt, hogy több is. Kicsit lejjebb csurogtunk. És ha már csúrgás, akkor nézzük meg a csurgót. Nehéz megmondani az eredetét, de egy biztos, hogy ott alul jól lehetne dögönyözni. Olivornére egy rövid látkép, és már mutatom is, hogy nekünk még itt ezután körülbelül nagyjából oda föl kell mászni, és még csak akkor tudunk válházni. Viszont itt alattunk azért, itt is van egy kis ilyen mini vízfolyás, innen nézve legalábbis, ott pedig van fent egy ilyen jégfing vízesés, de természetesen csak itteni méretekben. És még egy érdekes dolgot elmondok, amire szerintem Pisti, te se jöttél rá, hogy e fölött voltunk, itt van az a falu, az a rusztikus falu, amit fent láttunk, és ezért nem lehet lejönni, mert itt van ez az óriási szakadék. Van vagy 500 méter. Mondjuk nem volt baj, hogy körbejöttünk, mert a lejtmenet is már megért egy misét. Fantasztikus volt a gurulás. A svájci infrastruktúrális hálózat az szinte majdnem, hogy egyedülálló a világon. Persze szükség is volt rá, mert hát milyen helyen laknak a szerencsétlenek egyrészt, másrészt pedig van is pénzük rá, azért azt is tegyük hozzá. Itt még szerintem a korabeli erősítések látszanak, illetve falak. De mondtam, hogy a római időkben is vezetett itt már át valamiféle ösvény a Graina hágón keresztül. Hát kerékpár szempontból ez katasztrofális az út, de nyilván nem ilyen vésligumis trekkingekre van ez szabva.
Egyébként itt lent Olivónéban van turisztikai iroda, aki bringa körutakat szervez, van honlapja, az ismerős felhívta, hát azonnal beállták neki ezt az utat első körbe, természetesen annak bringákat is, most már villanyokat, azzal föl lehet jönni, simán szerintem, még normállal is különben, hogyha jó vastag kerekű monti van, mert nem kapar el. Úgy hívják a túra útvonalat különben, ahol itt jövünk lefelé, hogy Veloland. Én szerintem ezt már említettem. Úgy ki, hogy érünk a szurdok végét. Ez az alsó rész, ez már átment ilyen gombaszedő ösvényé, de a lejtési százalék az még mindig megvan. Órám szerint 11% folyamatosan, és már meg is érkeztünk a faluba, itt van az első ház. Egy gondunk természetesen még mindig van, ami persze nem egy, hanem csak sokból az egyik. Hogy Csacper kb. Még 200 méter a táborhely szintben fölfelé. Ugye, itt a kuka Pisti. Ebben a másodpercben érünk vissza a főútra. Innen már mászunk, nem Pisti? Olivónét minden szögből láttuk már fentről, na hát akkor most vagyunk végre lent. Matuzsálemek mi? A nevét Olivóne az oliváról kapta, mert hogy valamikor itt ez őshonos volt, és hát látszik, hogy akár még lehetséges is, ugyanis itt már nehéz elhinni, mert 900 méteren vagyunk, de mediterrán éghajlat van, mint ahogy Ticinóban, szinte mindenhol. Az egész kanton karakterisztika az olyan, hogy alulról felfelé nyitottak a völgyek, és egy koszorúk pedig északfele egyfajta ilyen, hát mutattam, meg lehetett is látni, ilyen körgaléria-szerűen vannak, északfelől bezárják a hideget, délfelől meg természetesen fel tud jönni a meleg. Megérkeztünk a ristorantéhoz, itt kell elmenni a hágút felé, de gyakorlatilag ebben a másodpercben zárjuk be a kört, Pisti majd fent mond adatokat. 3 óra. Kilométer nyilván nem lesz sok, de szintek azért lesznek. A másik pedig, hogy nem siettünk. Nem volt cél, hogy rohanjunk. Idő jó volt. A csúszás meg már úgyis el van könyvelve tegnaptól. Úgyhogy az egész otthon kialakított terv borult már, mint a Bili. Aki probléma meg egyéb más miatt meg úgyis valószínűleg az egész túrát át kell tervezni, úgyhogy a mának élünk. Én mondanom egy rövid összefoglalót most az idáig teljesített délelőtti, hát már most majdnem félig meddig egész napos programról. Szerintem akik végigbírták ülni, semmi nem kell. Fantasztikus volt. Pontosan azt hozta, amire számítottunk, és hozzá megvolt a csodálatos idő, mert hogy az is nagyon kell. A Szóstó márvány piramisa jól látszik most ezúttal megint nyugati oldalról, minden oldalról körbejöttünk, ellenére, hogy üres biciklivel voltunk. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fáradtam el. Az erőllét egyre inkább jön meg a folyamatos tekerések miatt. Persze, ha az élvezeti faktor megvan, akkor az komoly impulzust ad más téren is. Még pár száz méter, és érkezés a célhoz. Várható volt, hogy szűrt napsütés van. A sátor is részben napra kerül, de reménykedek benne, hogy nem izzottak benne fel a dolgok. Itt leginkább a kajára gondolunk. Nézd meg, hogy mennyire van bent meleg. Teljesen fasza, mint a hűtőszekrény. Okos ötlet volt, már ki sem merem mondani, hogy kit kell megdicsérni. Első körben legfontosabbat, repaláljuk a pedált. Dűzs lett nehéz. Javított valami? Forgasd meg? Nem. Ú, de szar hangja van. Fektessük le aztán hátra.
belefolyik mégis valami. Hú, gyerekek! Ez most nagyon gáz. Otthon nyilván pofon egyszerű egy ilyen hiba, filéres tétel. Itt azért igazándiból erre nem akarunk költeni. Bár Svájcban vagyunk, tehát bringaboltot találni nyilván könnyebb, mint mondjuk Albániában, ahol ma voltunk délelőtt, az nem arról híres, hogy bringaboltok vannak egymás egyé hátán. Most lezárjuk a filmet. Persze a napot még nem, mert délután 3 óra van, mi most még megyünk lefelé, de az már majd egy másik etapba kerül. Hát vannak gondjaink rendesen, majd remélhetőleg megoldjuk. Egy záróvonattal búcsúznék a látottakhoz. Egyesek úgy vélekednek, hogy a természet az gyönyörű, csodálatos, de ez önmagában kevés. Ahhoz, hogy igazán egybe legyen az egész, ahhoz kell bele az ember. Azt tölti meg élettel, az ad hozzá egy energiát, amitől megvan a komplett. Én azért azt gondolom a mai etap után, hogy ez nem teljesen van így. De ettől függetlenül persze elfogadom mindenkinek az álláspontját. Nos, még egyszer viszlát, és folytatjuk.